up, but he had clone nigga. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me, cause we getting cash. I hit that bitch raw, did that and like pass. I did not learn shit in that motherfucking class. Stash, I put that bitch like a bag of racks. I'm tryna get all of that cash. Shawty, she wanna move fast. That love bitch stop tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me, cause we getting cash. I hit that bitch raw, did that and like pass. I put that bitch like a bag of racks. I'm tryna get all of that cash. Shawty, she wanna move fast. That love and stop tripping, we gon' get the bag. Egy köhögés még megvártunk a háttérben, és akkor kezdünk, itt vagyunk.
Szép estét. A család maradt, tehát őket nem tudunk kiköltöztetni. Semmi baj. Így a jó. Nem is lennénk mi, hogyha. No de, ha már így beköszöntünk, ugye szép estét mindenkinek. Utolsó előtti versenyünkhöz érkeztünk a GT3-as bajnokság harmadik szezonjában. A pálya, nem megyünk messze, Hungaroring. Itt van velem két kolléga és kommentátor társ, Erdély Bálint és Vitányi Gergő. Szia Gergő, szia Bálint. Szia Dani, jó estét mindenkinek. Megkebeszünk majd, ahogy a Dani köszön nekünk, úgy kell nekünk is reflektálni, nem? Hosszasan várunk, aztán megszólalunk egyszerre. Most azonnal szólaltam meg, direkt rövid átfutással, aztán úgy látom neked is. Rátok bízom. De na mindegy. Rátok. A szezon végére csak általálunk egy normális felkomfort, na mindegy. Hát még van időnk begyakorolni pár év. Hogy ne lenne. És itt van Marci is a köhögésével. Ja, Marci, jobbulást, nagyon nagy lehet a baj, hogy hallom. Robitussin. Nagyon-nagyon nagy lehet a baj. No, hol is vagyunk, mit is csinál? Mondjad Bálint. Ugye esküszöm, nem dolgozat van a háttérben. Ja, értem. Hát igen, pedig az a kétoldali iskola undor az kiszokott jönni néha, főleg már egy karácsony közelettével. Nem, a múlt héten volt a nagy dolgozat, halom, úgyhogy most már tuti nem. Hát akkor a kimerültségtől biztos legyengült szegénynek az immunrendszer annyira elfáradt. Igen, valószínűleg. No de. Csak én hogy... készültem, kérem. Húha, jesszusom. Gyorsan, mindjárt Bálint átadom a szót, csak hogy gyorsan mindenkit képbe hozzak. Két 10 perces időmérőjegyzésünk lesz, amiből már lassan 5 perc letelt az elsőből, és utána lesz két sprint futamunk, 2x30 perc, ez a mai tematika és a menetrend. Bálint, tiéd a szó. Pontok, először is. Egyelőre Fazekas Barna vezet, összesen 6,5 ponttal, füzi előtt. Tehát ők közöttük is iszonyatos csata, hogy ki is fogja megnyerni. És hogy itt áthúzzak a hotlapra, ott Fazekas Barnának csak a 6. legjobb helyet sikerült megautózni. Ezzel együtt amúgy jelenleg éppen ő az első, 1.43.8-al, ami... Bálint, egy pillanat, megmondanád, hogy Barnának a hotlapon milyen ideje volt? Ott kérlek szépen 1.44.06, tehát ez már jobbat ment. Tehát már jobbat ment, értem akkor. Nem tudom, hogy mint van amúgy a hotlap beállítva felgumizódás meg egyebek terén, tehát ezt Dani kolléga tudja, hogy mit statikus. Szoktak beállítani. Statikus, úgyhogy mindenki egálba van. Hát nem változik az időjárás direkt ezért, hogy kapjunk egy képet. Mondjuk ezt összesen 5 kört futva tette meg, hát gondolom azért többet gyakorol, csak nem online, hanem a saját szerverem, míg a hotlapot Füzi Marcell vezette 2 darab körrel és 1.43.5-tel. Akkor is erőltette túl a mennyiséget legalábbis. Hát itt online verzióban nem, igen. Azt nézem, hogy viszont még Marcellnél nem látok futott időt. Igen, ő még nem, vagy most van kint először. Mert még nem volt mért ideje. Na és hogy a pontokról is csacsogjak még egy picikét, mert azt tudtuk, hogy az első és második helyen kiélezett a csata. Minden győzelem, minden apró tizet mindenkiküknek nagyon fontos és kell. Viszont harmadik helyen Zsás Ádám és Kis Balázs között összesen 9,5 pont, tehát ott is csata várható. Sőt, én még azt mondanám, hogy a harmadik helyért még Fehér Norbert és talán még Antal Isti is beleszállhat. Bár ő már majdnem 30 ponttal van lemaradva. Mondjuk úgy, hogy Isti már nem annyira valószínű, hogy a harmadik helyért csatázik. Viszont neki meg jut egy Szanyi Gyula, aki meg a 6. helyért akar valószínűleg csatába menni. És hogy így nézegettem összességében, még szinte mindenki csatában van az előtte lévővel, vagy mögött lévővel. Tehát, hogy eléggé szűkek a pont különbségek, hát itt van egy-két olyan versenyző, aki valószínűsítem nem csak egy-két futmon jelent meg itt a legalján 10 ponttal, meg 12,5 ponttal, de a többiek azok kőkeményen csatában még a jobb pozícióért. Úgyhogy így az utolsó egy versenyre is még tartogatnak nekünk izgalmat a srácok. Reméljük, itt most nem fog eldőlni ezen a Hungaroringen az első pár pozíciós sorsa, és akkor úgy mehetünk majd
Bizánóba, két hét múlva, hogy minden lúg a levegőbe és ott dől el majd minden. Igazából, hogyha elsők közül, tehát hogy Fazekas és Füzi közül egyikőjük sem esik ki, akkor még biztos, hogy nem fog eldőlni. Mert valószínűsítem, hogy egy-kettő környékén fognak befutni. Ha nem lesz egyikőjükkel semmiféle baleset, akkor ugye egy-kettő környékén fut be, vagy egyikőjük, vagy másikójuk, akkor viszont nem fognak tudni akkora pont különbséget kiautózni. Ami érdekes, nem tudom, hogy ti ezt látjátok-e, a nézők nem, de az én broadcast programom mutatja, hogy Fazekas Barnabás vezet, második Füzi Marci, de nekem azt jelzi a broadcast program, hogy Füzi Marci az első, második és harmadik leggyorsabb szektor. Akkor ez hogy lehet? Tehát nekem is ez dobja ugye? Ki, ezt engedd el szerintem. Tehát itt jött egy frissítés. Szerintem amúgy azért, mert az eddigi futott körökben, tehát hogy ez a best szektort mutatja, nem a legjobb idődnek a szektorai, hanem a legjobb szektorok, amit bármikor megfutottál. Ez mondjuk lehet. Ez egy jó magyarázat. Jó, igen, tehát hogy nem egy körön belül volt meg az a három lila szektor, hanem mondjuk néhány különböző körben is. Igen, lehet, hogy a első szektort az első körben hozta össze, a második, harmadikat meg a második körben hozta össze. Mert valószínűleg, ha összeadogathatnánk, de jelenleg mindegyik szektort azt a Füzi Marcell vezeti, csak éppen illetve jelenleg is még itt az egyavításban magához képes is. Már a lefelében megyünk a terészögi jobbus előtt, Pinzes Ádám félre is áll előle, mert Marcit egyébként az előző körön is feltartott egy kék McLaren. Próbálta behúzni. Meglátjuk, hogy mennyi marad abból az előnyéből. Most már még mindig egy kicsit több, mint 4 tized. Ezzel bőven meg lehet neki az első hely, és ugye 20 másodperc van hátra a kvaliból. Ő, hogyha akar, akkor mehet még egy kört. És ahogy nézem, Fazekas Barna, ő most kezdte meg az utolsó körét. És igen, Füzi Marcellnek meg is van az első helye, mégpedig szűk 4 tizeddel veri meg Fazekas Barnát. Barna szűk egy tized javításra magához képest, meglátjuk, hogy a felgomizott pályán mit tör a kvali végére. Még az időmű edzésen közben, ugye, két és fél perc wait time. Mondjad, vagy ennyi volt? Ennyi volt, nem akartam beléd folytani a szót. Ja jó, mert én meg elhallgattam, hogy te tud mondani. Szóval, hogy arra akartam reflektálni még gyors, hogy nagyon fontos viszont, hogy a ringen, Hungaroringen kiszerzi meg az első pozíciót, mert híresen nem egy könnyű előzési pontokkal rendelkező pálya. Talán van a célegyenes utáni első, második, harmadik kanyar kombináció, ott szoktak támadásokat kivitelezni, és amúgy onnantól kezdve meg szinte csak a vonat marad. Ezért jó, hogy két versenyünk van, de most én átkapcsolok Fazekasra, ugyanis Fazekas irdatlan javításban van, és három tized, az még pont nem elég, de nézzük itt az utolsó két kanyart. Nekem gyanúsom úgy, hogy Vitko is beteg, mert csöndben van. Nem, egyáltalán nem, én csak azt a gombot kerestem, amelyik a névtáblákat teszi vissza az autó felé, mert a frissítés óta egyszerűen nincs meg, már a Alsher streamnél sem nagyon találtam. És nem lett meg 60 ezred. Igen, 60 ezreddel maradt a második helyen. Még pénzes, de pénzes meg nem jött. De most javításban van. Hát hajszában most pont pirosba fordult. Most még ott amúgy egy Kovács Ricsi, bocsánat, hogy 3 tized előre is ugrott. Akarod mondani Robi? Igen, meg közben megláttam, hogy Mercedes a háttérben. Igen, a Pénzes Ádámnak úgy láttam, hogy javítása nem lesz. Sigeger Viktor van még zöldben, és pont most jön át, is a célvonalon. Igen, szerzett is egyébként 4 pozíciót azzal a 2 tized javítással, 8. helyen fejezte meg Viktor. Ha jól láttam, hogy festést váltott, mert eddig nem zöld volt az a Lamborghini. Igen, nekem is így. És ha jól látom, akkor mindenki befejezte a körét, senki nincs már kint a pályán, úgyhogy akkor Füzi Marcell, Fazekas Barna és Csicsmányi Tamás, ugye őt azért eléggé előre vártam most is, Gastonnal ez a három dobogós helyzet a kvalifikáción. Most ilyen 5 perc rajtrás való felállás, úgymond szünetként. Megtankolják, meg beállítják az autót, betöltik a versenyszetapot a versenyzőink, és akkor megindul a 30 perc. Hát kíváncsi leszek, ugye. Nem megszokott a GT3-ban azért a sprint verseny. Elmegyünk mi? Nem. Akkor megszokott, jó. Ne zavard össze szegény srácot. Csak nem a 30-es, így igaz.
Szóval igen. De egyébként igaza van a Gergőnek. Elmegyünk egy pár perc szünetre, nem 4 perc, egy kicsit rövidebbre. Ugye aztán közben itt gyorsan mondom a többieknek, nektek is Bálint, hogy van egy új versenyzőnk Németh László személyében, őt dékúztuk az időmérő edzésről, hogy mivel hogy még nem licenszes, ezért utolsó rajtol. Ez csak ezért történt, hogy mindenki képben legyen. Maradjatok velünk, 1-2 perc is jövünk vissza. So that little bitch stop tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me cause we getting cash. I hit that bitch raw, did that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. Stacks, I put that bitch like a bag. Racks, I'm tryna get all the dime and cash. Shawty, she wanna move fast. That little bitch stop tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me cause we getting cash. I hit that bitch raw, did that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. Stacks, I put that bitch like a bag. She wanna move fast. So that little bitch stop trippin', we gon' get the bag. Hit the bag, get the racks, get the cash, yeah. Hit that bitch with no condom, then dash, yeah. I'm tryna get brain, have bread in the patch, yeah. Hit that boy with that Glock, burn his back, yeah. Hit that bitch with the stock or the Mac, yeah. Oh, he talking that cat, why you lack, yeah. Get the stacks, yeah, that's straight facts, yeah. She keep stressin', bluffin', sweet and relax, yeah. What the fuck these pussy thinkin'? Just because I'm famous, they thinkin' that I don't keep a fuckin' stainless. I'm swingin' that chopper, I leave that boy brainless. I'm dead, my bitch, she bad as she be sayin'. Staring, my Glock is cock point at your brain. And you said that niggas really yeah. On the game. But these niggas be pussy and they be false clean. I'm a beast in the streets, pussy boy, you can't slay. Why the fuck these pussy niggas on, nigga? Fuck that slut, she back to the ball, nigga. I had to get cash, get this shit on my own, nigga. I ain't grown, but a nigga act grown, nigga. Fuck that bitch and I'm just dead and I'm gone, nigga. What the fuck these pussy boy think they young, nigga? She like how I smell, she fuck with the cologne, nigga. He think that he really good, but he a clone, nigga. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me cause we getting cash. That bitch raw, did that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. Stacks, I put that bitch like a bag. Racks, I'm tryna get all the dime and cash. Shawty, she wanna move fast. That little bitch stop. Visszatértünk. 1 perc 35-6 másodperc. És akkor kezdetét veszi a helye húja. Helye húja. De amúgy miben változott a... Hát sok mindenben. Egyrészt a fizika is frissült. A gumi modell is, tehát teljesen máshogy melegednek. Elvileg az autók. Azt nem tudom, azt majd megtapasztaljuk, hogy a koccanás, a crash, a fizika az változott. Tehát, hogy most már nem dobja el minden egyes kontaktra az autót szegény versenyző, vagy az maradt. Azt majd, hát remélem, hogy nem derül ki. De meglátjuk. Na, hál' Istennek nekem közben szétfagyott a ACC kontroll, úgyhogy van egy percem rávenni, hogy működjék. Most úgymond idézőjelben családias légkörben vagyunk, 32 pilóta. Ez annak is köszönhető én szerintem, mert ugye párhuzama megy közben az élő F1. Amit nem értek, hogy lehet, mert direkt megnéztem a verseny naptárat, hogy ne legyen ütközés, de gondolom, akkor vagy változott valami, vagy szar volt az oldal, onnan kinéztem az időpontokat. Hát illetve lényeg, hogy... benne van az is, hogy idény vége, viszont 7 másodperc. Hungaroringre ez a 32 fő még így is sok, főleg hogy sprint verseny. No, egy teljes körös felvezető lesz. Üzi indul a lila Bentley-vel zérről. Azért még volt ott rajtrács, még a kanyarba is lehetett volna elférni. 60 fős. A Hungaroring, én úgy tudom, itt ACC-ban.
Figyelj, jól láttam, hogy a... nem emlékszem, hogy hány box van, de azért szerint 60. Nem, rosszul láttam, mert úgy láttam, mint a fazekas autója üstölne, vagy valami... Mindenki elindult. Valami csikot láttam, de... De akkor nem. Nagy gázzal rajt. Egy kicsit nagy gázzal sikerült elindulni a rajtrácsról. Közben én már a 16. helyen felülről követem végig Attilát a Mercedes-szel. Az én közepe. És a... Szerintem az egyik legismertebb pálya a mezőnyben, illetve hát nyilván magyarként azért az egyik kedvenc pályánk természetesen. Személy szerint nekem volt alkalmam már jó néhány alkalommal motorozni rajta. Igen, de nézzétek a Füzit meg a fazekas, szerintem direkt csinálták, most már nem, de direkt csinálták, hogy teljesen egymásban mentek. Két Bentley beállt úgy, hogy teljesen átfedésben legyenek. Roberta egyik ők a másik ívét lett tanulni. Hát igen, ezért jó. Ezért jó, amikor Ghost Car van. Kivéve R Factor 2. Azt, amikor az ember meglepődik, hogy egyszer nincs. Hát igen, én csináltam hát ilyet. Igen, ott van a boxból kijött, és kolléga telibe vágta egyből az előtte lévő emberkét, és de meglepődve konstatálta, hogy ezt hívják szimulátornak. Igen. Igen, ilyen szempontból azért megvan a könnyítés, de nagyon kíváncsi lennék egy olyan opcióra, hogy mi van akkor ACC-ben, hogyha esetleg tudnánk teljesen valóságos fizikát beállítani a box kiállásokhoz is. Tehát nem lehetne átmenni senkin. Baleset. Ez amúgy akkor tud nagyon funny lenni, amikor egy hosszú versenyen annyian vagyunk, hogy nincs elég box kiállási lehetőség, és osztott boxban állnak be az emberek, és úgy mész ki kereket cserélni, hogy már állnak a helyeden. De hát az fantasztikus. És akkor állsz és vársz. Mikor a program általában azért op, itt a felvezető körön egy Bentley eldobta magát. He? És pedig sietnie kell. No, hát én beültem a... 36-os számú lila Bentley-t látok utolsónak jelenleg. Az akkor lehet, hogy füzibarna? Lehet, hogy füzibarna. Füzibarna, bocsánat. Na most akkor nézem az élmenőket, mert lassan most már két sorba rendeződtek, vagy hát oszlopba. Én a mezőn közepén, igen, most már a célradában fordulunk. Így van, és akkor... 180 fokos visszafordító kanyar. Reméljük, hogy mindenki túléli. Laguna Secánál rosszabb nem lehet. Ez mindig van lejjebb, Dani. És akkor most bedobnám Macaut a pakliba. Már az pont nem ACC volt. Na nézzük! És ott a zöld. Új, Tamás nagyon beragadt az NSX-el. Mezőn közepén. Füzi megtartja a pozíciót, ott van mögötte fazekas. Aj, fazekas megcsúszik, mi történt? Ajajajaj! És ott Kovács... valaki át, az viszont... Kovács Robi lesz szerintem. A harmadik helyzetünk Csicsmányi Tamás ment el szerintem. Uha. És ő meg is forgott. Üha, hát Csicsmányinak ez bal szerencsés. Sajt, de Mercedes-t úgy láttam ott keresztbe áldogálni. Az Kovács Robi Mercedes volt. Valami történt. Ajajaj, mi van fazekassal? Füzit is, Füzinek is neki ment. Uha. Mi történt fazekas barnával? Füzi hova egyébként? A Füzi Marcit nekem 13. helyen hozzájárnak a program. Megkocolt a fazekas barna. És... Kicsúszott Füzi, de ügyesen megfogta egyébként, hát mentette a mentetőt. Nem tudom most mi történt, fazekasnak amit én láttam, még a célegyenesben megúszott az autója. És... Hát de hogy úszhat meg a célegyenesben? Nem tudom, nem, távol volt a kamera, nem láttam pontosan mi történt, de... Na hát akkor ez lehet, hogy lag. Hát... Itt, hogy ezt majd akkor, azt majd kedden meg kell nézni. Végül az a baj, hogy Marcelt közben nem az, hogy előre jön, még előzikni is próbálják, mégpedig Miheller Dávid. De azt vissza tudta verni Marci. Hát ez Füzi Marcinak azért borzasztóan bal szerencsés sajtja volt akkor. Hát utána... Ennyit arról amúgy, hogy nem fog eldőlni a verseny, mert így viszont, amennyiben nem lesz óvás, vagy tehát hogy mondjuk azt, hogy még az íróasztalnál lévő történéseket számolva, bár most Füzi hozott már egy pozíciót, de hogy így jelenleg fazekas elég komoly előnyre fog szerni. Igen. Ezzel messze van még a versenynek a vége, hogy most fejezik be az első kört. Látom, szép Füzi Marcit Martinivel azért... csatázik a Füzi Marci, igen. Martin is Porsche-val. Biztos, hogy jönni fog föl, mint a talajvíz. Hát hogyha Füzi Marcellen vagyunk, akkor nézzétek, hogy a Bentley milyen a Porsche-hoz képest az egyenesben. Gyakorlatilag a felüljáró alatt jöttünk át, már meg volt az átfedés, úgyhogy...
üzemalcán neked szerintem simán meg is, azt nem mögötte hinném, is két Mercedes próbálkozik egymással. Igen, meg mögötte is két Mercedes, vagy mögötted mondtad, Bálint, ne haragudj. Igen, igen, mögöttük a két Mercedes, mondanám nevet, csak nem merek. Mihály Dávid és Vég Attila. És ott még nem fejeződött be a csata. Harmadik kanyarra úgy látom, hogy voltunk, és akkor most Antal Istire ér oda Marci, csak nézem, hogy közben hol nézhetünk valami kis akciót. Itt a két Merci még nem zavarta le ezt a történetet. Tegény Kovács Robi teljesen az utolsó helyre, sőt, ő már boxban is van. Hát akkor ő... Kovács Robi. Lehet, hogy mivel kijött a boxba, így valószínűleg megsérült az autója is, javítania kellett. Igen, de ő még gurult, tehát hogy nem eszképpen ment ki, úgyhogy ő szerintem folytatja ezt a történetet. Megpróbálja. Hát amúgy a grafika alapján kapott az a Mercedes elég keményen. Mondjuk úgy az orrkúpja az nem igazán van meg. Hogyha a TV2 kamot kapcsolom, akkor igen, most igen, javított helyre jött a Mercedesnek a kinézete, úgyhogy hát Robi eredhet a mezőny, utána meglátjuk, hogy kicsikről esetleg levadászni a 30. perc végére. Hát Fazekas Barnától ezt a hibát nem szoktam meg. Antal Isti mögött, bocsánat, a 9. helytől ebbé a 14. egy kupacban autózik ott mindenki, és így most kifejezetten úgy tűnik, mint a Isti tartaná fel a mezőnyt. Igen, Isti mondta, hogy bár szívesen választott ezt az autót, de valahogy nem működik alatta úgy, ahogy kellene. Talán nem is tud elég időt beletenni ahhoz, hogy minden milliméterét kitapasztalja a Nissannak. Isti a hagyományos hátsó kerék motor elől kombinációt szereti, és bár a hivatalosan a Nissan is nem teljesen, mert olyan mértékben hátra van helyezve a motor, hogy szinte 50-50 kategóriának mondható. Igen, mondjuk az is igaz, hogy meg ugye nem nagy a motor, tehát csak egy 3.8-as V6, tehát az egyik legkisebb a mezőnyben, ahhoz képest, hogy az egyenesben pedig borzasztóan megy. Igen, emlékeim szerint egyébként tényleg így majdnem középmotoros módon fordulni, szerintem tehát én olyan Ferrari szintjére tenném amúgy a rotációs sebességét magához képest. És közben Füzi 7. helyért csatázik egy Bentley-vel. Igen, most Füzinek meg ugye az a baj, szegény most neki ez így pek, mert nincs sok ideje, úgyhogy mindent meg kell tenni, hogy a lehető legelőrébb végezzen. Majd... Akarva akaratlanul is egy Last to First challenge-et nyom. Illetve hát inkább 10 to First. A replayből igen, majd... Timár Tamás mellett, már alatt, fölött, mindenhol próbálta bújni. Timár most már másodszorra fut szélesre. De úgy látom, hogy van annyi átfedés, hogy a mínusz 3-ban a derékszegi jobbosban most el is megy Marcel. Na majd a replayből megnézzük, hogy... Balesetet Timár, és azért engedte túl az autót, hogy igen, nehogy, igen, nehogy megüsse amikor... Marcelt. Ez körülbelül ahhoz hasonlítható most, mint amikor Valentino Rossi néhány évvel ezelőtt, nem is tudom, 2016-ban volt az talán, amikor megvoltak a pontjai, és nagyon nagy volt az esélye, hogy megnyerje a világbajnokságot, a 10. vagy világbajnoki címét, de megbüntették az utolsó verseny előtt, ugye hátra sorolták az utolsó helyre egy baleset miatt, és úgy átment a mezőnyön néhány kör alatt, hogy nem igaz, mert nyilván senki nem akart beleszólni az ő dolgába, mert tudták, hogy neki nem ott van dolga a mezőnynek a hátulján meg a közepében, hanem igencsak elől, és senki nem kekeckedett el, hanem inkább elengedték. Gondolom most itt is ez van, hogyha valaki lehet, hogy Füzi M jön mögöttem, akkor inkább óvatos vagyok. Majd visszanézzük a replayt, kíváncsi leszek, hogy mi történt. Nekem teljesen úgy tűnt így a távolról, helikamból, hogy bement Fazekas Füzi mögé, és egyszer egyenesben valahogy elkezdett cikázni az autó, és kész, ennyi volt. Csak nem tudom mitől. Lehet, hogy egy visszaváltás, nem tudom, hogy meglepődtem. Hát, nagyon remélem, hogy nem egy lak dönti el a bajnokság sorsát. Mihály Lehet Dávidot megpöcköli. Vég Attila volt az? Vég Attila pöckölte meg. Vég vívő már egy ideje. Illetve Mihály Dávid kapott egy DT-t. De megállt. Lehet, hogy túl futott. Én nem látom a DT-t. Ó, de látom a... És miért áll ennyire meg? 11. Mihály Dávid az track limits. Pedig a Hungaroringen azért annyira nem vészes. Mögötte azért igen durván megy a csata. Én attól félek, attól tartok, hogy... amit pont láttam, hogy Attila megpöckölte hátulról Dávidot. És így Dávid a pályaszélére kényszerült. És nehogy emiatt kapjon DT-t. Szerintem azt érzi a program, tehát nem magától megy ott az ember, és nem nyer
időt azzal, hogy levágja vagy kiszélesíti a pályát, akkor a program nem szokott büntetni. De meg is, megy is be. És igen, mihelyt ki is jelentem az első körben letölteni. Hát reméljük, hogy... A 30 perces versenyen azért ez. Elég nagy hátrányt jelen, bár a Hungaroringen a box utca azért szerencsére nem olyan nagyon hosszú. Bár így 50-60 kb. Végig csorog rajta azt mondás. A 7. helyen igen, Györkivel csatában. Akartam mondani, hogy kívülről fordulni, de viszont próbálta. Így lesz most, hogy pont a külső íven el is engedte a gázt, nem akar ő ott megnézzük fordulni. Megnézzük egyébként, mert de... pont ez volt az egyik frissítése az 1.8-nak, hogy már a ideális íven kívül sem olyan nagyon gyenge a tapadás, mint korábban volt, és nézzétek meg, majdnem ott tudott maradni ma, szóval nagyon sokáig volt. Értem, hogy nem jó a tapadás, csak egy 20 méterrel többet mész, tehát hogy... Igen, az benne van, de nem az van, mint korábban, hogy leesel az ideális ívről a másik ember mellé, aztán mint aki húznák a lódos szőnyeget. Na, mégis csak volt tapadás, és örülök, hogy láttam a működés közben ezt az új fissítást. Ballai Gábor 12. helyen, és Gergő. Is mögötte nagyjából ott négyen. Gergő, bocsánat, lesz még ilyen, ahogy kezdhetni a borút, illetve ugye egyre több. A horvát Bertalannal már egy ideje vív. Na most ott ilyen Varga van hátul Ferrarival. Igen, Vég Attila vezeti ezt a négyes, és úgy látom, hogy most safety car-ként operál, mert nagyon érkeznek mögötte a többiek. Igen, csak amúgy szerintem szinte külön díjas az a német rendőrséges Porsche. A poén kategóriát viszi. Grabowski írta a chatre, aki Blaskovics Ádám, ő most, ha jól látom, a pitben volt, de lehet, hogy visszajön, de ő írta, hogy kiesett a kormányomból az áram. Hát ezek a technikai problémák. Közben Györki, bocsánat, hogy szabadba vágok, 5. és 6. helyen, na most nem tudom, mert nem frissített a program. Az 5.-6. az Pénzes Ádám, Füzi Marcell. Na igen, de nekem most már Füzi, és az előbb még Györki volt ott, és nem, szóval volt egy előzés, csak későn frissített igen, a program. És közben Miheller Dávid úgy látszik, hogy túl hamar nyomott a pit limiter gombra a boxból kifelé, vagy valami ilyesmi, mert egy stop and go 30-al megáradta az ACC. Hűha, akkor neki ezzel is volt. A DT mellé, úgyhogy a bal csőstül jön, úgy látszik. Szóval Füzi talajvizet játszik. Most ugyan egy 3 másodperc lemaradás, hát valószínűleg az első hely az nem lesz meg, mert Fazekas ugye kényelmes tempóban tud autózni, most már 4 másodpercet autózott kicsit mennyihoz képest. Ugye az 5. helyen lévő Pénzes Ádámnak kell most nagyon nyomnia, meg is érkezik Pesti Geiger Viktor, mert Ádám mögött Füzi van. Igen. Füzi van, már 3 másodperccel lemaradva, az lesz néhány kör, mire azt Marcella dolgozza, csak Pénzes és Pesti Geiger nem vívnak nagyon-nagyon. Részben ők csatáznak, részben ahogy elnézem, 3.3-ról indult, és félkörön belül most már 2.8-nál tartunk. Tehát, igen, Pesti Geiger, Viktor. Az nem lesz olyan sok, és Füzi látja ott maga előtt azt a szép színes Porsét. És az a baj, hogy a Porsche meg a Lambóhoz képest azért az egyenesben nem valami ász, sőt, hát igazából semmi máshoz képest. Úgyhogy nem tudom, hogy Ádámnak lesz-e lehetősége előzni. Hát ő féktávokon is kanyarban tudna esetleg, csak ugye hát akkor jön a probléma, hogy utána jön egy egyenes, ahol a Lambó meg pápát int a porkénak. A porke az amúgy is szerintem egy nagyon különleges állatfaj, azt az ember vagy eltalálja és érzi minden rezdülését, vagy reménytelen vezetni. Ahogy igen, te általában ez az extrém két vége van a Porsche-nak, hogy vagy gyors vagy vele, és akkor nagyon gyors, de nem ért még az a pálinka. Vagy tényleg egyszerűen nem találod nyitját és csak szenvedsz. Kicsit ugorjunk egy hannyányit hátrébbra, egy Fodor Balázs, Fehér Norbi kombináció, és talán még ott Zoltánt, Zsombort is, bocsánat, hál' Istennek. Igen, a Tóth CS. Zsombor a 17. helyen úgy látszik egy ilyen kialakult hármast vezet most. Fodor és Fehér előtt. És Tóth és Fodor csapattársak, tehát ott mindketten a Visító Sirena Racing Team színeiben, ebben a láthatósági McLarenben utaznak. Ja, és meglepődöm egyébként, hogy McLarennel úgymond csak a középmezőnyt erősítik, mert ugye az autó már az ezelőtti patchben is kemény volt, de most az újabb oppon még tovább erősítették, úgyhogy most jelenleg az egyik legerősebb autó a GT3-as mezőnyben. Hát valahogy nem akar. Közben Varga is kap egy drive-thru-t. Igen, Varga, Gábor... Ferrarival. Akkor neki is track limits, úgy látszik.
Valahogy nem akarom úgy kijönni a McLarennek. És gyerekek, pénzes remegérkezett füzi. Nagyon gyorsan. Hát az nem volt kérdés. Igen, hát azt, ezt a pár kört mondtam, de úgy látszik, hogy kettő kör alatt ezt abszolválta is, ezt a 3 másodpercet, úgyhogy füzinek továbbra is félelmetes a tempója. Hát szegény Ádám, nem tudom, hogy az egyenes végére meg tudja tartani a pozícióját, mert éppenség Egevitort nem tudta megelőzni, és most nincs is lőtávolságban. Füzi pedig dupla szélányékban megy a Bentley-vel. Úristen, nézni is rossz volt, hogy a Porsche mögött gyakorlatilag mint egy képkeret úgy jött a Bentley, hogy minden oldalról kilógott a tévékamból a Porsche mögött mellett. Pénzes egyből videkező pályára állította a Porsche-t. Nem lesz ez olyan nagyon egyszerű szerintem Füzinek. Igen, tehát most megérkeztünk már ugye ahhoz a részéhez a mezőnynek, akik azért hogy értik a versenyzést és tudják, mit csinálnak. Szóval a kisavajon művelet szerintem itt fog egy kicsikét lelassulni majd, de meglátjuk. Én azért szurkolok Marcelnak, hogy menjen, hogy itt tudjon menni, de természetesen azért nyilván lenne mellette egy jó kis élvezetes versenyt látni. Már megmondom őszintén, annyira messze van már az eleje, hogy nem is tudom. Nem, első helyért most itt biztos, hogy nem fog füzicsatázni. Marcel 13 másodperce Fazekas Barnától az élen. Én azt mondom, hogy ha maradik 16,5 percben pénzes tiltepesség Egevitort meg tudja előzni, akkor már egy kitűnő verseny zárt a körülményekhez képest. A pálya ezen szakaszán biztos, hogy nem fog tudni előzni. Pedig ez pont egy előzési pont a lefelé. Hát itt a vége, igen, de még ott az előző az. És pénzes Ádám is nagyon menne, egyszerűen nem... Tehát gyorsabb, mint Pestig Egevitor, de annyival nem, és ott nem, hogy meg tudja előzni. De kicsit tudott szüket tudott fordulni a Bentley a Porsche-hez képest is. Na most sem majd az egyenes, itt kéne Füzinek közel maradni a Porsche-hoz. A Porsche ugrik a kanyarból, de amint elváltják a negyediket, onnan jön a Bentley. Pénzes, ezt nem tudom, meg tudja tartani. Bár ahogy látom azért, akkora tempó különbsége nincsen szerintem Marcel. És nagyon szépen a végén húzódott ki védekezni, most megpróbálja kívülre, és nézd a külső de ha ívet, ott tudja tartani, de nem tudja nem, ott nem. Tartani. Ott tud maradni egy darabig, de annyi ideig nem, hogy betapadjon a Bentley. Viszont Marcelnak azért az egyenesben nincs akkora előnye, mint gondolnám, úgyhogy szerintem valószínű, hogy közel vagy max szányvállítással megy, mert egy Porsche-nál azért lenne gyorsabb a Bentley. Nem merek elkapcsolni. Még nem is kell, szóval látom, hogy tudnék még, mert hát a hátsó mezőnyben is vannak azért a 20. helytől visszafele nagyon egyben vannak. 14-től látom ott Füzit, Bichler, Tóthot, Fodort és Fehér Norbit így egy kupacban. Na, Füzi megpróbálja, most már kikacsint. Le, Füzi igen, megpróbál besúrni itt. Ijesztegetbe esőn. Nem az a tipikus előző pozíció, de talán ha itt alá tud fordulni, jó kigyorsítást vesz. Hát eskanyarokban azért, ha meg tudta volna előzni, azon meglepődnék, bár Marceltől nem feltétlenül. És akkor most a rendületelőny borzasztóan szélesen Marcel, Ádám húzódik is befelé. A -3 előtt nem gyors, de azért udvariasabb Marcel, mint hogy ott nagyon beszúrjon, hogyha nincs meg a tempó előnye. -2-ben nem, inkább szélesen fordul. Nem is ide kell, ezt a kanyart kell jól elkapnia. Csak Marcelnak mennie kéne, mert ugye középtávnál járunk, és így nagyon közel autózik. Na és most Ádám, viszont nagyon ügyesen csinálta pénzes, hogy a kanyar csúcspontig nagyjából lassított, és így sokkal jobb tempót tudott elkapni pénzes, mint Marcel. És a célegyenes meg rövidre hoz egyébként, hogy a Bentleynek az igazi ereje kijöjjön. Hát eddig status quo, és hogy így, hogy ők csatáznak, Pessék Eger Viktor egy néhány autónyi előnyre tett szert most. Én átkapcsolok a hátsó traktusba, aztán segítsatok, hogyha itt van. Oh, gyere vissza! Van! Jó, nem mentünk még el. Ádám azt láttam, hogy egy kicsikét elkezdett izgulni, aztán már itt-ott szélesre csúszik és a többi. Mire kimondom, már történik valami. Pedig ott azt a -1-es kanyart, az gyönyörűen védekezte ki. Az nagyon-nagyon tetszett, hogy pont egy tizeddel később kezdett el gyorsítani, és így már akkor Füzit pont kirázta az ütemből, és el tudott lépni a Porsche. Tehát, hogy is mondjam, van ereje a Porsche-nak egyébként, tehát negyedik sebességi fokozatnak a végig nagyon durván megy. Onnan kezdődnek a bajok. Csak hát ugye hatodikat nem is váltunk a Hungaroringen, mert annyira rövid az egyenes.
Úgyhogy a Bentley-nek az igazi előnye tényleg nem tud kijönni. No, de én közben átkapcsoltam 15. hely, mert itt Fehér Norbi előzi Pikler Balást. Előzte Pikler előzte. Balást, igen. Hát megelőzték a szépség királynőnket, de ezt le kell nyárni, úgy látom. Közben nyertek vissza Füzire, mert hogy még két kanyar a cél egyenesig, és megint nagyon ott van pénzesen. Két tized, tehát majdnem nose to tail a dolog. Itt kéne valahogy megtartani a Füzinek ezt a... Na, most jó lehet. Nem, mert megint a jót lépett a Porsche kigyorsításon. Ugye a farmotoros volt, ami ott nagyon megugrik a kanyarból kifelé a Porsche, mert tapadás előnye van. És Ádám gyönyörű szépen védekezik. Megpróbálja kívülről ottani. Megint... De... És most közelebb lesz, most telebb lesz. Most, most jobbról, vagy balról, vagy... Igen, de most már pénzes védi a belső ívet. És megpróbál aláfordulni, de nem merebb, mert az viszont ügyesen csinált pénzes. Egy kicsit meg is bicsaklott a Bentley. Nagyon szépen csinálják. Á, de gyönyörű életversenyzés egyébként, tényleg öröm nézni. Természetesen Marcelt sajnáljuk, hogy nem az vezetői helyet csatázik, ahol a... Ó, pénzesnek megbicsaklott a Porsche. Ott azon a tempós kanyaron, amin szinte csak átdobod. A Mansell, igen. És lehet, hogy ez a vég. Marcel kívül az a baj, hogy a sikánt kívülről megcsinálni, hát nézd! Ádám elengedte. Nem, Ádám elengedte. Érezte, hogy sok lesz. Ez már vett helyzet. De ez egy jó csata volt. Jó, szerintem egyébként... Ez eddig az egyik legszebb csatánk volt a szezonban, én azt mondom. Ádám is úgy van vele, hogy... Menjen Marci, mert hogy amúgy... Jó, versenyezzünk, de... Ha az Ádám a saját tempóját futja, akkor lehet, hogy még a Pesti Geiger Viktor be is tudja érni. Most igen, ugye lehet, Viktor most lemaradt, mert ellépett. De azt mondom, hogy két kanyar is ott lesz Marcel mögötte. Főleg az egyenesben, és lehet, hogy tényleg arra játszik Ádám most, hogy érezte, hogy magában talán nem tudja megelőzni Pesti Geiger Viktor, de hogyha célárnyékkal stb. Ráhúzatja magát Füzi Marcellre, Pesti Geiger Viktorra, amikor ők csatáznak, akkor lehet, hogy még neki is terem valami. Meglátjuk. Pézes Árálma tele nagyon kinéz az a negyedik hely. Viszont átkapcsoltam 15. hely Fehér Norbékra. Illetve mondjuk... Majd nyugodtan fosd belém a szót, hogyha izgalom van, de hogy Pénzes Ádám, nem tudom, hogy számolgat-e ilyenekkel, de egyelőre még Kis Balázs előtt van, bár csak 10 ponttal, de gondolom ő számolt azért egy olyat is, hogyha ő itt most kiesik, összeakad ugye, nehogy Isten Füzivel abban az es kanyarban, akkor ő többet veszít, mint az aktuális verseny. Mert Kis Balázs jelenleg még a harmadik helyen van. Igen, ő igen, ő szabadtalanul megy a harmadik helyen. Nem is nagyon mutattuk még ezen a versenyen, talán most először, hogyha rátette a kamerát, Dani. Nem tudjuk meg. Kérdésed számomra parancs, csak meg kellett, oda kellett kattintani. Fehér Norbira ugorj inkább, mert hogy éppen csatában. 15. helyen Norbi, egy Füzi tized. Barnával? Füzi igen, Barnával? Igen, Füzi Barnát próbálják megelőzni, hogy ugyanaz a Lula Bentley. És amúgy Norbi nagyon nem a tőle megszokott helyen van, mert hogy a pontok szerint ő az 5. helyen szokott autózni, ezzel szemben itt most a 15. Valószínű ő is bekerülhetett ott az elején abba a kis fennforgásba. Mostanában valamiért... ugorhatunk, most a Marcel Füzi Marcelra ugorhatunk vissza, aki Pesti Geiger mögött. De nézzétek meg, Ádám tartja a tempóját így Marcinak egyébként, tehát hogy... Igen, 5 tized a hátránya, tehát igazából ő ment Marcellel. Ó, és ennyi volt. Mert hogy Pesti Geiger egy icipicit hibázott, nem tudta eléggé szűkre venni, és... Most egy replayt, milyen jól működik a replay. Igen, Pesti Geiger, Viktor... Viszont nagyon tartja a Lambó a tempót a Bentleyvel, nem akart leszakadni. A Lambó kapott most motorerőt. 1.83-mal. Sőt, annyira, hogy visszatámad. Annyira lehet, hogy visszatámad. Visszatámad, most egymás mellett, de mert a külső íven. Kettes kanyarba befelé ott nem hiszem. Sőt, hogyha a külső íven ragad Viktor, akkor nehogy Pénzes, igen, vissza is ment azonnal, mert látta, hogy Pénzes Ádám érkezik hátulról. Akkor Pénzesnek úgy látszik, nem jött be ez a taktikai húzása, hogy reménykedett a csatában és a pozícióban, úgyhogy most neki majd saját erőből kell megpróbálni megelőzni és levadászni Pesti Geiger Viktort. Amit én még várok, az viszont a Kis Balázs jövő csatája majd Füzinek, mert
Hát Kis Balázs se egy kezdőpilóta. Hát 3 másodpercre vagyunk most Kis Balázzsal, és Marcel pedig hozzá képest 8,9-re van lemaradva jelenleg. A sok. Úgyhogy ahhoz valamilyen űridőket kéne mennie, hogy egyáltalán utolérje Balázs és megelőzi pedig megint. Ja, tényleg, mert nem egy óránk van. Jó, azt szoktunk kell. Most láttam, igen, hogy az 2,5 perc van hátra. Rövid most a verseny, hogy nagyon rövid. Hát akkor Dani válasz. Nézzünk Fehér Norbertet a 15. helyen, mint Füzipapával csatázik, vagy Pénzese Ádámot, amint megpróbálja a Pesti Geiger Viktort. Ádámom vagyok, ezt a következő utolsó pár kanyart megvárom, hogy Ádám tud-e valamit alkotni. Akkor én addig ugrok Norbiékre, és aztán sikkantok, hogyha izgalom van. Most éppen egymás mellett van amúgy a Bentley, le is kocolt a Fehér Norbi a Bentley-t. Sikerül is az előzés, úgyhogy egy gyors replayt még, hogyha bátrak vagytok bevállalni. Én nem merem, nem akarom beakasztani a rendszert. Nekem teljesen jó, hoppá, igen ott. Nagyon nem emeltették meg egymás, Barna is, Fehér Norbi, de végül is egy minimális kocol. Mindenki irányba. De az utolsó helyeken is, vagyis a hátsó traktusban 26. Sziki Attila és Töbön Tamás, az egyedüli hondásunk. Hívják a ő neki az előző csatát. Az nagy versenye volt, azt nem tudom mennyire emlékeztek még, Greg, hogy... lett? Hát az a top 10 környékén autózott, mert meg nem mondom pontosan, hogy hol, de ahhoz képest, hogy most a 25. helyen küzdte a Hondával. Hát de szó szerint kőz, tehát valami nem a két Tamással, vagy ennyire megette a gumikat egy agresszív setup, vagy én nem is tudom, de egyszerűen nincs tempója, látszik is, hogy kanyarban is csak kúvágott is valahogy nem találja. A Sziki Attila szerintem meg lesz neki, bár most a Hondás még szépen levédi a lívet. Igen, Sziki, hogyha most nincs átfedés, de Sziki, hogyha beengedi a féktávot, már pedig ez csúnya volt. Ez a minden áron kifékezel egy kicsikét most agresszívos. Vissza is engedi. Ez simán megér egy óvás még úgyis, hogy visszaenged. Érezze Sziki Attila, hogy ez sok volt. De... az nagyon-nagyon sok volt, igen. De köszönjük a sportszerűségét, hogy visszaengedte Tamást. Közben megdöbben, meg konstatálom, hogy 4-en a boxban. Varga Gábor, Pomis Dani, Miheller Dávid és Blaskovics Ádám. Miheller szerintem most tölti le a Stop & Go 30-asát. Blaskovicsot nem tudom. Blaskovics már egy... Ja igen, Blaskovics írt nekünk YouTube chatre, hogy neki elment a kormányából ja, az áram. Ja, tehát ő igazán sajnos befejezni kényszerült a versenyt. Így megvan. Miheller szerintem viszont ő végleg elengedte. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ugye a 30 másodperc büntivel már elengedtem, hogy 4 kört teljesített összesen. Jött egy kérés, úgyhogy sejsze. Teljesítjük, hogy Horváth Bertalant is mutassuk, bár most pont jön ki, mert Horváth Bertalan csatában, hogy ez az első verseny az MTK Esport színében. Eléggé sokan vannak ebben az MTK Esportban. Rábbis... így akkor már amúgy értem a kék-fehér színt, sok mindent megmagyaráz. Igen, igen. És nézzük, sikerül-e a Fradi Sportsét elverni. A zöld-fehéred, bár azért hát, annyira... Jó, az de inkább most... policáj Porsche. Tény, ez policáj Porsche, de ha már MTK, akkor valamire asszociálni kellett, és ez jött. Hát nem is tudom, hogy is a 20 éve nem nézek focit már, de az MTK-nak van valami nagy rivális csapata, akikkel minden alkalommal nagyon keményeket megcsinálnak? Hát a Fradival nagyjából mindenki szeret keményet gatázni, de Újpest, Vasasem, mostanában már a Franc se tudja, de ezek a régi nagy rangadók. Aki ilyenre gondoltam, mint például a Nyíregyháza Diós Győr, mert ott, amikor a Nyíregyháza jön Diós Győrbe, ott általában néhány száz rendőrt mozgósítanak a környékre. Kőkövön nem marad. Igen, ebben már nem megyek bele, mert ez foci és nem versenyzés, úgyhogy inkább nézzük az autókat. Viszonylag nyugi van. Próbálok csatát keresni, de egy ilyen fél másodperces etapok vannak szinte mindenhol. Ahogy nézem Füzi Marcelt, hirtelen 3 másodperc alá éppen csak lement az előnye, 2,8-ra van most Kis Balázshoz képest, úgyhogy azt mondom, hogy
Marcel, hát mentette a menthetőt és hozott egy negyedik helyet, de ezzel a pontversenyben azért valami is két le fog maradni Fazekas Barnához képest. Kicsit csak, hogy a szépségnek is áldozunk, azért mondanám, hogy Pichler Balást mutassuk részben, mert Martin is Porsche-val autózik, részben meg, mert Tóth Zsombor ott van mögötte egy tizedre. Majdnem már mellette van, nem hogy mögötte. Ez meg is lesz szerintem Zsombornak, mert hát nagyon nagy a tempó különbség. Balázs nem is. Csak sikerül viszont a Porsche-val aláfordulni, mert itt ugye lehet egy visszatámadást indítani. Én is ugye Porsche az kiugrik a kanyarokból, mint ahogy mondtam, és igenis már meg is van a tengely-tengely átfedés a kettes kanyarba, és Balázs visszadobja a Porsche-t, és ez simán ja, meg ide is van ez gyönyörű volt. Ez gyönyörű volt Balázstól. Azt mondom, hogy hát igazából ezen kívül már csak egy körre van, amit ki kell bírni, és akkor övé lehet a 17. hely. Ezt az kettő nem? Hol tart Fazekas? Bocsánat, én nézzük, most megy át a cél egyenesen. Most a cél egyenesen, akkor viszont még kettő körünk lesz, igen, mert ugye 1.44-1.45-ös körök körül megy a mezőny. Pénzesk, hogy újra egy picit az elejére ugorjak, de csak szóban maradjatok nyugodtan, hogyha ott csata megy, hogy annyira nem boldogul Pesti Geigerrel, hogy megérkezett már rá Györgyi is. Tóth Zsombor, megúszik az autó, és ott van a falban. Ajj, ez nem hangzik jól. Tóth Zsombor, új, pont a sikámból kifelé, gyorsan. Önhiba volt, ha jól láttam, annyi volt, hogy... Tilesen futott a sikámból kifelé, is. Összetudt annyira kaparni, hogy a csapattársát ne üsse ki, de szerencsére nem kocsolta meg a falat, csak eleje hátul kicsit megcsúszott, félig kiforgott, de tud menni tovább, úgyhogy igazából csak a gumiszet kapott. És igenis, Fazekas Barna most... Kérem, bocsánat, ez a replayben volt, elnézést kérek. Közben mondták, hogy finállap. De Horváth Bertala mindig próbálkozik a policájt elkapni. Nagyon közel van Ballaihoz, de még nem jött össze neki. Pénzes meg védekezik a háta mögött lévő Györkivel szemben. A szegény Pénzes nagyon megszívta, hogy megkaptod a Pesti Geiger Viktort maga elé, mert így... És most egy ilyen Lambó szendvicsben van. Igen, és ezt a hármas legyenleg 9-10 másodperc választja el egymástól. Pasiként nem jó a szendvics közepén. Azt mondod? Közben meg Horváth ott, mert éppen kívülről próbálja előzni a Porsche-t, körbeautózni, balról is, jobbról is, és meg az is lehet, hogy meg lesz, mert most érkeznek a sikánhoz. Pénzes állandóan együtt. Ki kellett engednie szélesen, mert Pesti Geiger Viktornak olyan lassúra sikerült az a jobbos kanyar, hogy Ádám minket maradt padlógázon, de szélesre futott, hogy nehogy belemenjen Viktorba hátulról. Egy táblát elvitt. Ádám. Az belefér, fedezi a kaszkó. Horváték csatáját néztem, mert az sem egyszerű. Ők közben is keményen gyúrják egymást. Hát döntsd el, hogy Tani most melyik kezedbe harapsz. Hát az igazság, hogy Fazekas is szeretném mutatni, hogy átad a célvonalon, hogy utolsó körében van. Az a kérdés, hogy az a pálya még mely. De az még nem a pálya csúcsán van. Melyiken van a kamera? Csak hogy legalább Pénzes. Ugyanarról beszéljünk. Pénzeséken már megy itt a... Ádám most szélesre fut a de Lambó is mögötte, megcsúszik. De valahogy össze tudta szedni. Akkor Horvátikra ugorjatok, mert ők meg megint egymás mellett. A 13. helyen a Porsche és a McLaren egymás mellett. Most a Porsche van belső íven. Horváth van előrébb, de Porsche... belső éven, és úgy látom, hogy Horváth nem is tudott maradni a kettes nem felé. Nem tudott maradni, igen. Hanem Ballai rázárja. Közben átkapcsolok Fazekasra, mert Fazekas lassan megérkezik a cél. Látszólag ez közben itt eldőlt. És a jól, Pénzes meg lecsúszott. Kicsit és elment igen, füvet Pénzes nyírni. Próbálja nagyon nyomni a gáz, csak egy kicsit túlerőlteti szerintem. Nem tudom, hogy mennyi gumia maradt a Porsche-n ennyi csatázás következtében, 30 perc elteltével. Fazekas Barna most fog áthaladni a cél vonalon, le is intik a Hungaroringi első versenyt, Barna ezt megnyerte. Jön az asztalnos Csicsmányi Tamás. Második helyen. Ez a Kis Balázs a harmadik helyen is, Füzi Marcel fog bejönni a negyedik helyen nem sokára, sőt már be is ért. És Pesti Geiger, Pénzes, Györki között pedig maradt a sorrend. Ne, itt se fog változni. Ne, azt mondom, hogy a több mint a fele versenyen próbálta Pesti Geiger Viktort megelőzni
pénzes áram, de a Porsche-ban egyszerűen nem volt elég erő. Viszont még... Panaszkodott is áram a bok miatt, mert a Porsche most azért gyengítettek egy darabot. Hátsó traktusban még megy. Porsche-sak már így is vágják az erejüket, mert legutóbbi update-nél is a Porsche-ból vettek ki erőt. Most meg még többet, igen. Most meg még többet. Pedig és én a Lambunk pedig pont erőt kapott, úgyhogy azt mondom, hogy a patch előtti viszonyokban lehet, hogy kicsikét más lett volna a helyzet, de így éppen nem volt a Porsche-ban annyi, hogy el tudjon menni. Még tömölék hátul, a 25. helyen ők még ott egy-két tizedre autóznak egymástól. Hopp, és Sziki Attila túlfut, úgyhogy lehet, hogy Kovács Robi pozíciót szerez. Mi az, hát, hogy? Jaj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 
elindult az a kanyar, és hát ő nem tudom, hogy miért villog amúgy, mert jelenállás szerint, vagy de tömöl elő csatában volt, úgyhogy igen. Tömöl teljesen jogosan hát volt ott, Kovács ahol. Azt láttam, hogy ő rövidet fékezve két ember bombázott ki majdnem a kanyarból. Egyet még sikerül, de nem értem, hogy tömölt miért villogja amúgy itt, most megvallom, mert lehet, hogy ő belülről másképp érte meg a dolgot. Dani, nem tudom, a szünetben tudsz-e replay-jel dolgozni, de tudd meg nekünk, mi történt ott az egyes kanyarban. Hát figyeljetek, szerintem tudni tudok, annyi, hogy most nem lesz olyan szép, mert akkor mindenki látja a kattingatásomat, de ha amondóak vagytok, visszaugrunk a garázsba, és betöltjük a replay-t, és így van, meg is tudjuk nézni, úgyhogy ha úgy vagytok vele, akkor... Hát nézzük meg, nem kerül a most véleményben. Nézzük meg, és akkor... Nem egy bírósági döntés leszünk, csak kíváncsiak vagyunk, hogy már mégis most mi történt. Lesz egy 5 perc szünet. És akkor utána jön a második verseny. No, nézzük. Ti ezt nem látjátok, szerintem Max a közvetítésből hát, tudja. 30 másodperc késéssel fog nézem magamnak külön. No, de azt fogjuk csinálni, hogy ráugrunk Fazekas Barnára, és akkor megnézzük, hogy itt mi történhetett. Ez még a felvezető kör, és akkor itt jön, itt van a rajt. Amit én láttam, hát nézzük először külsőből, aztán utána legfeljebb belsőből. Ó, hát ez a dominó effekt volt, úristen. Arra vagyok kíváncsi, itt barna, itt belegyezett, csak mi történt? Nem ér hozzá a füzihez, mi történt itt? Szerintem ott az lehetett, hogy barna éppen csak megcsípte a fehér vonalat a kerekével és úgy lépett a fékre. És mivel ugye a jobb kerékpár alatt nem volt elég tapadás, a bal alatt meg igen, ezért a féktávon elvágódott balra az autó. Kovács Robit pöckölte meg, akit meg mint a tekebábút elhanyított a barna és bele Marcelba. Most Fazekas autóját nézzük, nem... tehát Fazekas nem érinti a füvet. Nem tudom, hogy... Nem megijedt. Éppen nem. Csak a fehér, vagy nem is tudom, amikor... Várj csak, most beülök Fazekashoz én is. Hát mindjárt. A fehér vonalat érintette, de nem hiszem, hogy az annyira... Annyira csúszna. Én Dani replay-ét láttam. Ja, nekem nem ment el annyit, úgyhogy el is engedem. És ő nem is váltott vissza a Fazekas, mert én arra gyanakodtam, hogy lehet, hogy véletlenül visszaváltott szegény, és azért nem tudom, mi történt itt. Szerintem megijedt attól, hogy nem fog megállni, és hogy ne verje telibe füzit hátulról, ezért rántja el a kormányt. Vagy egyszerűen csak ilyen, tehát hogy ne verje telibe, ki akart menni a bal oldalra, csak mivel pont a súlypont áthelyeződés közben rántotta a kormányt is, ugye taposott a fékre, ezért akkorát vágódott a Bentley, hogy nagyot. Majd látjátok 30 másodperces késéssel, én már látom, most azt mutatom a többieknek, nem többi is azon ment el a dolog, mert ott Marcelnak megmaradt a pozíciója, hanem a hármas kanyarban, ahogy mindjárt, fordultak. Igen, azt mindjárt viszont, csak azt nézem most Barnát, hogy nem húzta ki barna, Fazekas Barna az autót. Nem, hanem ő egyenesbe tartja a kormányt. Egyenesbe, és miután megcsúszik, utána kezd el kormányozni. Tehát ott amikor rálépett a fékre, valószínűleg valamiért elvágódott balra az autó. Valamiért elvágott az autó, nem tudom, hogy miért. Megmondom őszintén. Szerintem tényleg, tényleg az lehet, hogy ACC hitbox, hogy nem volt rajta a füvön, de rajta volt a füvön.
Nagyon jó kérdés. És lehet, hogy az ACC hitbox nem csak autóval, hogy autó VS autónál, hanem a fűnél is működik. Tehát fékezni, előtte már elkezdett barna fékezni, itt még nem csúszik meg. És visszaváltás sem, tehát ugye az sem, mert nincs pirosban. Nekem ez, megmondom, össze, ötletem sincs, ahol. hogy ez fékezett barna, szerintem, és egyszer csak... Szerintem ACC fű hitbox. Igen, van azt látom, hogy barna, amikor elvágódik az autó, hogy egyből korrigál, de villám gyorsan. Grabowski azt írja közben, hogy az a patka volt szerinted, de hát elvileg nem megy rá az a fehér patka is ilyen, hogy ennyire csúszik? Hát, hogy most megmutatom, ennyire ment rá. Hát... Lehet, hogy fűhidbox. Szerintem ez nem... Hát, a franc se tudja. Szemből nem tudnád megmutatni ugyanezt, Danit, ezt a mennyire ment rá képet? Ja, látjátok, már nem mutatom, de... Közben mennyi időnk van amúgy még versenyig? Ja, időm rég, jó kérdés. Azt nem ártana nézni. Mindjárt majd visszakapcsolok, és akkor utána. De itt volt a probléma. Nekem rá feliratot ír ki, ez tovább fog lépni magától főnök? Tovább, még akkor van vissza az 5 percből. Jó, akkor az 5 perc sem indult el, ugye? Nem. De nem, még nem indult el, tehát a rész felirat van. Az nem baj. Igen, hát ez a kifutó idő, igen. Kifutó idő, wait time van, most. Na most, igen. Na most jött, igen, akkor quali 2. Itt most tényleg vagy arról beszélgetünk amúgy, mert közben itt Dani forgatja a kamerát most a 30 másodperces csúszással, hogy vagy tényleg a hitboxja, de a való életben itt ezen nem kéne, hogy megcsúszson. Hát, ez... Tényleg nem kéne, mert ugye az ugyanolyan beton, tehát nem kellene. Lehet, hát de még ha más is a hogy... dőlészök, meg izé, nem tudod, tehát ki lehet találni, de gyakorlatilag a keréknek a pereme érinti maximum, az oldal része, bocsánat, nem jól fogalmaztam, tehát maximum az oldalfala érinti. Igen, és mivel milyen 385-ös gumik vannak, meg nem mondom el pontosan, 300 mm feletti a szélessége, bőven a GT3-as gumiknak, tehát még azt se lehet mondani, hogy a Wiesli gumi aztán elhajtja egy minimális hupli. Megint fazekas! És szegény Kovács Robi, akinek utána. Emiatt. Igen, hát a szegény füzi, bár a füzi fazekas csata az tényleg inkább a hármas kanyarban dőlt el, ahol füzi lassú volt, barna megérkezett mellé a belsőjében, aztán füzi azt már... vagy nem vette észre, hogy ott van. Sajnos már nem volt idő megnézni azt majd legfeljebb a BT ülésen. De viszont Vitko, hogy ott mi történt, mert igen, azt a részét már nem is néztük meg az elemzésnek, tehát hogy... Ott annyi volt, hogy a füzi Marcel megérkezett csak ugye belső íven a hármas kanyarba. Aha, az a nagyobbik visszafordító. Túlengedte a féktávot, hogy a dupla apex-esre vette azt a kanyart, csak ugye erősebben, mint ahogy szokták. És ahogy szélesre futott, normális ívről, ugye rendes versenyívről, balra megérkezett a belső ívre, be Marcel mellé, ő meg vagy nem vette észre, vagy csak nem akart tudomást venni róla, és gyakorlatilag így, hogy balra már teljesen a pályának a bal szélén ment végig a fehér vonalon kitekert kormánnyal, Füzi Marcel ráhúzta, és emiatt megforgott, mert ugye barnának az elejét találta el Marcel autójának a hátulját, és ugye mindig az oldalnyel, amiben a motor van. Tehát ez így ment el. Ott azt majd visszanézzük, ott inkább mondanám fazekast hibásnak, de mondom ezt csak, hogy első blikre. A hármasban? Mondom a második esetnél, amit én láttam a közvetítés alapján, de csak tényleg úgy mondom, hogy nem néztem meg részletesebben. Itt az elején, hát ez nem tudom még, hogy ebből mi lesz, majd holnap még jobban kivesézzük, de egyelőre elég versenybaleset egy gyanús. Ez a... Hát igen, se, itt nem hiszem, első. Hogy... Tehát még amennyiben itt az tényleg első problémánál, még a fazekas okozta is a balesetet, konkrétan nem csinált rossz dolgot. Tehát hogy nem volt, tudod... ez a lényeg. Igen. Nem az, hogy most akkor túlvállalta, sőt, tehát egyáltalán nem saját hibájából, vagy éppen nem törődömségből lett a hiba, hanem egyszerűen csak valamiért elvágódott balra az autója féktávon, de azonnal próbálta összeszedni. Mondjuk a végi interjúkban azért kíváncsi leszek, hogy... Hogy mi történt? Kérdezzük már, mert én is nagyon kíváncsi vagyok. Mit élt ő meg ebből az egészből? Mert hogyha az van, hogy mondjuk látja, hogy rövid lesz a féktáv, és nem akar berepülni, és kirántja balra, akkor már arra inkább azt mondja, lehet barnát hibáztatni, mert miért fékez olyan későn is. De nem ez volt, tehát teljesen... Nem, ott éppen az, hogy Marcel fékezett nagyon-nagyon későn a belső ívről, ugye szélesre is csúszott, csak közben megérkezett a belső ívre barna. Nem arról beszélek, az a legelsőről.
arra gondoltam, hogy... A legelsőről, igen. Hogyha még ott... Rövid féktáv miatt rántanák ki. A kormánya egyenesen áll, amikor az autója elvágódik balra. Így igaz, és ugye ott igazából, ha a kettőjük viszonyát nézik, ott, nem, ott egyáltalán nem is Marcelt bántotta a helyzet, mert oké, ő is kapott egy tikitakit Kovács Robitól, de igazából Marcel az első helyen folytatta tovább a versenyt. Hát a, igen, akinek a legjobban fájt az az első történet, az pont, hogy Kovács Robi, aki szegénynek elment az egész verseny, és így a utolsó 21 hát néhányadik pozícióért volt így, a végén. Így. Össze is tört az autója, kiállt javítani, és a többi, neki az alá ment az egész. Na reméljük a második azért jobb csatát hoz. Jaj, ne is mondj ilyet. Már előre félek. De most mindenki megtanulta szerintem, hogy nem menjen a festékre rá. Mondjuk nekem ettől függetlenül még mindig irreális az, hogy nem ismert, hogy hát nem az, hogy ráment, érintette és ennyire eldobja. Szóval nekem ez, aztán lehet, hogy ez valóságban is így lett volna, nem tudom. Furcsa. No de, itt az esélye, itt a lehetősége Füzenek, hogy javítson, egyelőre első helyen áll Füzi 1.43.5-ös idővel. Én arra tippelnék, hogy ő rendesen felszívja magát most a második versenyre. Hopp, egy kicsit ezt a sikánt átvágta. Bőven. Igen, szerintem nagyon siet a bemelegítő körrel, hogy tudjon menni néhány mérkört még. Igen, viszont most meg nem viszont mondom, hogy Füzi Marcel mind a háromban lila szektorolít, ha most vette el tőle fazekas barna, illetve az első idejét is. 1.43.332-vel most fazekas barna ugrott az erre. És 1.43.500-al pedig Füzi Marcel, de aki most még a felvezető körén van, majd most fogja megkezdeni az első repülőkört. Nézek tovább gepeket. Nagy meglepetésre, illetve nagyon örülök neki, Antal Isti már most fordulom a mínusz egyes kanyarban és majdnem 7000-es evitásban magához képest. Úgy látszik Istinek sikerült összeraknia egy kört. Na akkor már csak egy kis kigyorsítás, hogy nagyon közel van a vonal. Az pedig egy... 8. 1.45.2-vel 8. hely Istinek. Gratulálok hozzá, örülök egy kicsit előrébb látom. Amint kimondom, már is beugrott valaki elé, úgyhogy 9. csúszott Isti, de kicsit most előrébb van, mint az előző kvalifikáción. Na nézzük Füzi Marcit! Aki 168 ezreddel van lemaradva fazekastól egyenlőre. És ahogy kijött a féktáv a kettesben, már kb. Ott billeg azon a határon a különbség, hogy meg is lehet a pozíció, de nézzük tovább inkább. Csak be is ülök Marcinak a bonnet kamjába, megnézzük, hogy... Közben olvasgatom, Nani, hogy meg fognak verni amúgy, mert kb. Az év legőrültebb versenye volt most. Igen, ja, hát én is láttam, hogy nem tudom, hát ez így alakult, úgyhogy előre is sorry, felvételről vissza tudjuk nézni. Jó, meg egyébként... nem mondom el, hogy ki nyerte, mert hát ha valaki felvételről meg akarja nézni, izgulni, de azt mondják, hogy eléggé durva volt. Hát figyeljetek, mediaclick.hu ingyen visszanézhető igazából. Tehát. Úgyhogy interjúk után az az első, hogy kinyomok mindent és nem, megyünk föl a hírportálokra, meg videó, aztán megnézni, hogy mi történt. Jó, mínusz 3-ban Marcelnak az a short shift, úristen, de jó volt hallgatni. Ott nyomatékból kettesben nulla fordulatról kihörgi magát a Bentley a kanyarból. Ah, oh, szívem csücske komolyan. Vicces egyébként, hogy pont fazekas balra megy előtte a qualin. 1.43.297-tel Füzi Marcel ugrott most az élre. Viszont fazekas barna pont most kezdte meg a gyors körét. Hát közben nem tudom, mi van itt az interneten, vagy a YouTube a szar, vagy az OBS, vagy valami, de alig van most valami pirosban vagyunk. Úgyhogy próbálom csökkenteni a kimeneti bitrátát, hát ha az... Úgyhogy előre is elnézés, reméljük, hogy versenyre ez normalizálódik. Volt nem legfeljebb az 5 perces szünet alatt egy gyors gépre start, aztán. Az a baj, hát lehet, de versenye jó volt. Az a baj, hogy egy Windows update jött ma nekem, és azóta
Kicsit olyan érdekesen. Megy a stream. Imádom ezeket a Windows frissítéseket. Igen, és mikor frissül valami, aztán utána semmi nem működik úgy, ahogy kellene. Engem is megviccelt egyébként, bár engem egy Streamlabs OBS frissítés. Másfél hónapig veszekedtem a Vodafonnal, mert azt mondtam nekik, hogy rossz az internet kapcsolatom. És az a durva, hogy még találtak is hibát, amit kijavítottak, úgyhogy azóta már tényleg teljesen jó a minőség. Aztán kiderült, hogy volt egy Streamlabs OBS frissítés, ahol fogta magát és a szerver beállításoknál kiválasztotta az automata szerver választást, ahelyett, hogy a bécsi szerverre streamált volna. Én meg 6 hónapig szapadtam a Vodafont, aztán kiderült, hogy igazából nem is ők a hibások. Bocsánat, hogy szabadba vágok, de Csicsmány egy olyan javításban van, amivel az ére ugrik jelenleg. Nem, bocs, rosszul számoltam, mert 44-3. De előrébb fog ugrani, ugye a top 3-ba. Füzi most átvette a vezetést. Már egy erős sóhajjal. Nézd, amúgy az sos árt, hogyha szídod őket, és ettől csak még jobban dolgoznak. Csicsmányi pedig egy kicsikét elrontotta a végét, mert javított ugyan majdnem 2 tizeddel, de maradt az 5. helyen. Igen, de az elején még fél másodperc volt, most mondom, ugye a 6. helyen Kis Balást látom ilyen fél másodperces javításban, meg a 11. helyen Vargát. Illetve a Fazekas Barna is a 2. helyen bő másfél tizedes, most már 2 tizedes javításban. Hát ez durva addok kapok így a végére, és ugye lejárt közben az időnk már. Úgyhogy aki most még tud menni egy gyors kört is belefér a végébe, a megkezdett körével az jó. Én Kis Balázs 5 tizedes javításban majdnem magához képes, sőt meg is volt az az 5 tized most. Minusz 1, célra rá. Kigyorsítás fogy, az... De attól még jó lesz az jó lesz az harmadik helyre ugrik Balázs, úgyhogy akkor arra a helyre, ha befejezte az előző versenyt. Kovács Robi viszont, ő is 4 tizedre magához képest. Igen, az kemény lesz. Azzal visszaveszi a harmadik helyet. Bizony, ott is igen, van. Igen, 1.43.900. Csicsmányi, újra ott van a 4 tized Csicsmányinál, csak a végére ne ereszen ki. Sőt, már 6 tized. Igen, úgy látom, a Csicsmányi megpróbál végigmenni minden áron, gondolom ilyen körülőt azért nem akar elengedni. És akkor itt, most itt, a tempós jobbos. Kezd el fogyni itt ezen megyünk a szakaszon. A lefelében, igen, valahol az utolsó 3 kanyar nem ment neki. Ott állt pénzes áram a pálya szélén. Rázókő szélén elfék. Egy picit, mintha lecsúszott volna az Apexról, igen, már megint elmegy az előny, úgy látszik, ezt a derékszögi jobbost akarja mindig túlerőltetni. Közben Micheller Dávid futott egy szép kört, amivel felugrott a 7. helyre, és itt teljesen, a két visszafordítóban teljesen elfogy. Az és már alig csak 2 tized. Igen, Csicsmánynak elolvadt az előnye a harmadik szektorra, úgy látszik, mondjuk hogy az a 2 tized az még azért előre viszi egy az pozíciót. Az jó lehet. Bizony, igen, ott is van helyet, az 5. hely meg is van. Kis Balázs mögé. És még Szabó van kint 3 tizeddel, ő is most fordul rá a cél egyenesre. A Footy Racing. És egy pár pozíciót jelent majd. És akkor most van vége. Közben olvashatjuk itt a cseten, hogy Fazekas Bardabás bocsánatot kért minden itt az első körben, akit érintett. Mármint az ACC csetjében, csak hogy ne keverélek össze titeket. Rögtön YouTube-on kerestem, de aztán felnéztem a főmonitorra. Az ACC csetjében. No, hát most elmegyünk egy pár perc lélegzetvételnyi szünetre. És akkor jövünk vissza hamarosan a második versenyel. Közben írja a Baumgartner Zsolt, hogy az nem verseny, az F1-re reagálva, hogy az nem verseny volt, hanem szappanopera. Na, most már tényleg kíváncsi vagyok, úgyhogy ahogy vége van ennek, megyek is nézni, hogy mi történt. Na, fussunk, mert elfogyott a borom, és meg el kell jussak a hűtőig. Bálinték feltankolnak, úgyhogy mindjárt jövünk vissza, majd jöttek velünk. So that little bitch stop tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me cause we getting cash. I hit that bitch raw, I did that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. I put that bitch like a bag of racks. I'm tryna get all the dime and cash. Shawty, she wanna move fast. That little bitch stop tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me cause we getting cash. I hit that bitch raw, I did that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. I put that bitch like a bag. Trip.
step on, we gon' get the bag. Get the bag, get the racks, get the cash, yeah. Hit that bitch with no condom, then dash, yeah. I'm tryna get brain, hot bread in the patch, yeah. Hit that boy with that Glock, burn his back, yeah. Hit that bitch with the stock or the Mac, yeah. Oh, he talking that cat, why you lack, yeah. Get the stacks, yeah, that's straight facts, yeah. She keep stressing, bluff is sweet and relax, yeah. What the buddy pussy thinking? Just because I'm famous, they thinking that I don't keep a fucking stainless. I'm swinging that chopper, I leave that boy brain on deck. My bitch, she bad as she be saying. I'm staring, my Glock is cock pointing at your brain. And you said that niggas really yeah. On the game, but these niggas be pussy and they be false clean. I'm a beast in the streets, pussy boy, you can't slay. Why the fuck these pussy niggas on, nigga? Fuck that slut, she back to the ball, nigga. I had to get cash, get this shit on my own, nigga. I ain't grown, but a nigga had grown, nigga. Fuck that bitch, and I'm just dead and I'm gone, nigga. What the fuck these pussy boy think they on, nigga? She like how I smell, she fuck with the cologne, nigga. He think that he really good, but he a clone, nigga. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me, cause we getting cash. I hit that bitch raw, I did that and I passed. Then I learned shit in that motherfucking class. I put that bitch like a bag of racks. I'm tryna get all of that cash. Shawty, she wanna move fast. That love and stop tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fall with me, cause we gettin' cash. I hit that bitch raw, did that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. I put that bitch like a bag of racks. I'm tryna get all of that cash. Shawty, she wanna move fast. That love and stop tripping, we gon' get the bag. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Visszatértünk. Hát sajnos a YouTube az nem javult meg, ugyanúgy szarakodik nálam, és alig tudok kifele streamelni pár megával, de se baj. Lenyomjuk így vérszegényen. Majd bátorsággal pótoljuk lóerők hiányát. Hol én pedig beültem a mezőn közepére megint, és meglepően Pessig Eger Viktornak az autóját nézem, aki az előző versenyen, aki negyedik lesz, negyedik vagy ötödik. Negyedik lesz az, igen. És most pedig a 16. helyen van, úgyhogy lehet, hogy a kvalifikáció neki nem sikerült most túl jól. Ugye a felállásod ugyanaz lesz, Füzi elől mögötte Fazekas, úgyhogy... és utána... Várjuk meg, hogy meddig. És utána Fazekas mögött Kovács Robi, szóval szegény Robi most aggódhat, hogy ne ismétlődjön meg ugyanaz. Ugye 25 fokos pálya, 25 fokos levegő, igazából tipikus május végi, június elejé hőmérséklet, amikor a... Este 7 óra, úgyhogy most már... Este 7 óra, akkor 25 fok az inkább nyár közepe. Egyébként a versenyzéses pont ideális körülmények, 4 km per órás szél. Ami nem valami, és ahogy látom, 30 percre előre... Hoppá, ott terüli, valaki tehát... a forgalommal szembe áll, egy Lamborghini, Lambo. De, hogy miért, azt nem tudom. Hol? Most már visszaállt, most már a pálya közepe fele volt szerintem. Lehet, hogy Györki? Hol látom akkor? Igen, Györki, mert most jön előre. Györki Dani volt, aki elvesztette az uralmát a gép felett.
erre most visszaállt a helyére, aztán hogyha csak, ha csak nem kötszolta meg a falat, bár remélem, hogy nem, akkor igazából nem történt semmi. A Forma 1-ben is láttuk már felvezető körön balesetet, meg kicsúszás megfordulást, úgyhogy... Kíváncsian várom. Csak úgy, ahogy az F1-esek is, mi is kicsit megcsúsztunk, mert elvileg 20-ra volt befejezve az a... 20-ra volt írva a befejezés, de 30 lesz belőle, úgyhogy tartjuk a Formula 1-hez a... és magunkat. Füzi, Marci, Fazekas, Barna, Kovács, Robert, Kis Balázs, Csicsmányi Tamás, Miheller Dávid, Pénzes, Ádám, Györki, Dani, Fehér, Norbert és Ambrus Péter. Top 10. Azt nem értem, hogy... Laskovics Ádám hogy van az utolsó helyen, amikor előbb még német László volt? Na mindegy. Na nézzük, megvan a két oszlop. Mezőn nagy része már a térre rákanyarban, sőt most már mindenki a cél egyenesben, és lassan indulunk. Helikon bekapcsolva a green light, eljön a mezőny. Jön majd az első kritikus kanyar, jobbos, csak óvatosan, srácok. Fazekas kimegy a külső ívre, most hogy szépen jönnek el az elejébe bolyba. Küzi megtartja az első pozíciót. Egyelőre... Kicsondornak egy drive-thru. Így nagyon... Jaj, kiugrott. Igen, valószínű. Hát és, de Mihály is kapott egy drive-thru-t. Ajjaj, szegény. Hát... És ott közben Füzi barna pörög, és ott 3-4 autó át, és a harmadik kanyarra szétesett a... Nagyon sikerült rajtunk. A szépség. A szörnyeteg. Én két autót láttam kint, a többiek azok azért szépen el tudtak jönni. A mezőny hátulja az amúgy nagyon óvatosan kezeli a dolgot. Mostanában inkább a mezőny közepe a veszélyesebb. Igen, pont ezt szerettem mondani, hogy a közep, illetve az eleje. Az elején, a Laguna Seca-ban is az elején volt ugye a fennforgás, szóval... Ja, ott igen, ott aztán, ott mint a biliárd, nem bocsánat, nem biliárdba jött, mint a tekevábok úgy mentek ki. De örömmel látjuk, hogy most Fazekas Barnának nem húszott meg a Bentley-e. Az Miheller most miért kaphatta a drive-thru-t? Azon gondolkodom, a szegény az első. Szegény az első verseny is kapott egyet, sőt, ott még stop and go-t is. Egy SG30-at is. Úgyhogy ez nem. Hogy ezen a hétvégén. Miheller, Dávid hétvégéje. Most rájár a rúd. Nem később most, nem jön még ki Dávid. Három köre van letoltani, tehát. De nem három kört verseny, az aztán abba adja az egészet. Amilyen a bajda. Megy forma egyet nézni. Igen. Felgyújtja a francba, lelocsolja benzinnel. Igen, ez a... Nem is tudom, valahol nekem márkákra szokták néha viszont... mondani viccesen, hogy csináld azt szeretőleg, hogy kitolod a kert végébe, locsolod a benzinet és gyújts fel. Eléggé együtt fordul még a mezőny. Éppen együtt autóznak. Igen, az Kovács... életik is meglóptak már. Kovács Robitól van egy kis leszakadás, de... A két őrült igen az elhúzott elől. A két UFO. Vannak még azért UFO-k rajtuk kívül is a mezőnyben. Tudzsomval pedig éppen a büntetését tölti a 31. helyem. Ő is a rajtnál kottázott el valamit. 25. helyen Béla Balázs szerze csatázik éppen Pomis. Igen, Pomis Dani meg is előzte, bocsánat. Ahogy látom a rotkat. Az nem Pomis, mögött az Blaskovics, csak nem frissített a rendszer. Az afrikai festés. A jamaikai Mercedes. A rotkat programon látod a piros zöld nyilakat, ott az látod, hogy aki zöld, az nyert egy pozíciót, és a piros veszített. Hát nekem nem mutat piros-zöld nyilakat. Nekem... Be vagyok sértődve. Melyik fülön vagy fent a programban? Ja, látom közben, hogyha ez egy Viv Qualifinál, igen, már megvan. Lényeg, hogy bárint képben van. Áttekertem. Most semmi baj, hát most mi is tanuljuk még ugye a frissítés óta azért az újat. Ez a funkció nem volt benne korábban. És ott nézem, hogy ki az a jamaikai Mercedes?
Ő a Laskovics. Laskovics, ő Balázs Bélára esett rá nagyon, mert Béla hibázott egyet az, ott az eskanyaroknak az elején, de úgy látom, hogy összeszedte magát. Másik füzi játszik egy ilyen Last of Us-t. Ahogy kimondom, Balázs Béla elnézte a 26. helyen, és Laskovics el is ment mellett, tehát most füze barnát kapja meg maga mellé. Fogja oda szúrni. A mínusz kettőben nem is tudott maradni Balázs Béla, úgyhogy barnának ez meg is van. És Blaskovic szerintem megy rá a következő Mercedesre, Békefire talán? Igen, Békefi Tomász lesz az. Nekem közben a broadcast program az első kettő helyezetnél mutatott egy olyat, hogy Füzi Marcell kapott egy zöld nyilat az első helyre, úgyhogy lehet, hogy közöttük volt valamilyen kis csata. Nyomok már egy 30 másodperces. Közben Blaskovicnak sikerült egy pozíciót előrébb mennie. Dani, nem tudom, hogy mit mutat. Őt, Blaskovicsot, a jamaikát. Igazán pedig az történt, hogy ott Fazekas Barna féktávon ráesett Füzi Marcellra, sőt, kívülről próbálta meg megelőzni, de nem tudott elég szűken fordulni, és Marcell megtartotta a pozícióját. Hát most kell Marcinak a pont, nagyon. Most nagyon, ha valamikor, hát most nagyon kell neki. Csak ezzel az a baj, hogy így, hogy Barna ott van mögötte, szorosan ugye ezzel a lehető legkevesebb előnyt szeretném Marcell. De még mindig több, mint hogyha helyet cserélnének. Egészség. Egészség, azt üzeni. A fél YouTube. Igen. Köszönjük. Átkapcsolok Pesti Geiger Viktorékra a 14. helyen, mert itt is Viktor mögött megérkezik Vigatilla a Mercivel. Illetve Viktor Antal Viktor nem tud előre menekülni, mert ott van Isti, Szénes Isti. Széles, Nissanos feneke. Na, kapok majd az arcomra. Igen, azért az a GTR sem hoppá, kicsi. Hoppá, Miheller. Valószínűleg éppen letölti a box utcája le, vagy mi az, büntetésében csúszik hátra. Igen, szerintem ez az utolsó köre, amikor letöltheti, úgyhogy muszáj volt neki, hogyha nem akart egy diszkvalit. Balázs Béla megelőzte közben sikeresen Békefi Tamás, így feljött a 26. helyre. Hoppá, ez Békefinek az még Széles lesz, így Békefi mellett elmegy Simon Péter is. A csapattárs. Nem, most nem jött ki a ritmus Békefinek. Miheller visszajött, és most nem sikerült büntetés nélkül abszolválni. Jó időben állt meg, és egészen visszacsúszott. Hát én a 25. helyen látom. Illetve Békefi mellett most már Nasztor Márk is elment, mert Tomasz annyira kiesett a ritmusból, hogy néhány kanyaron benézte a féktávot, aztán nem jött úgy ki a tempója, ahogy szerette volna. Ben átkapcsoltam Csicsmányit, a másik az 5. helyen a Dexter team csapatát erősíti Tamás. Ugye ő Fehér Norbival van egy csapatban. Csapattársa a 8. helyen halad jelenleg, tehát 3 pozícióval hátrébb. Éppként. Talán néha TV-kombal is lehet kapni a másik Dexteres asztont. Ez a Dexteres festésem. Most éppen hibázott egyet Fehér Norbi. Lecsúszott az ideális hívő, a féktávot kicsit igen, elnézte ott a mínusz kettőben. Igen, rögtön meg is próbált elkezdi mellé, de akkor azért nem volt a hiba, hogy ez sikerüljön. Na, akkor talán szerintem a két Dexter festésű autó összecsap. A Dexteres asztalon és a Martini Polassán? Nekem az is bejön, ez a Dexteres festés. A piros fekete grafika, nagyon jó egyébként. Bár még azért azt a jamaikai autót is ide vehetném. De akkor már ide csak az a holland gombás BMW M6 festés kellene még. Mint a tavalyi Spy 24-eset csináltak és benne is van a játékban, hát az valami nagyon munkás. Konkrétan úgy néz ki, mint amire ráborult a festékes polc. Lehet így született. Laskovics Ádámra kapcsolok a 23. helyen, mert nagyon megérkezett Szabó Miklós. Ra. Illetve a 14. helyre kapcsolj kérlek, Dani, mert illetve nyomhatunk is egy 15 szekes replayt. Antal Istivel történt valami?
Igen, ott a Sikánnál volt valami csetepata. Igen, egy Pessi Eger Viktor borzasztóan túlvállalta a replayt. Sikánt. Benyomtam a replayt, és tényleg megy a replay most. Nem akart nagyon be. Nagyon jó a replay most. Nem tudom, mi történt. Tehát na nézzük, Pessi Eger jön. Viktor túlvállalta a Sikánt, elment Antalisti mellett. Csak aztán szerencsére, hogy jól jöttek ki belőle, viszont ott később Aj, Béla tudta, igen, ez sok volt. Hátulról. Ez sok volt Pessi Eger Viktortól, de hál' Istennek tudják folyt. Illetve Attila is itt vissza is engedte pozícióba, úgyhogy udvarias volt, köszönjük neki, hogy egy Antalisti ember módjára versenyez. Hát ez a Nissan sem marad sértetlen a mai nap. Ja, Godzilla az bírja. Az bírja. Megérkezik Csicsmai Tamás Kovács Robira. Igen, ezt már vártam egyébként. 2:10. És bár ugye a Mercedes kapott motorerőt, hoppa, később is fékezett egy kicsikét Robi a kettesben, most megyünk a hármasra, ami padlógázas. Ugye a Mercedes az kapott egy kis motorerőt, de az Aston viszont még többet. Úgyhogy a két autó igencsak pariban van egymással az egyenesben most. Mögöttük pedig ugye György Kidon és Pénzes Árán érkezik, ők már azért összeakadtak az előző versenyen is, legalábbis az utolsó néhány körben. Mondom a kedves nézőknek is, hogy megpróbálok egy kicsit most állítani a streamelés, mert most nem akad, most jó, csak irdatlan rossz a... Nem részemről, most teljesen jó a streamelés. Igen, visszavettem a feltöltésből, csak hát így ugye nem az a minőség megy kifelé, amit terveztem, úgyhogy megpróbálok kicsit növelni rajta, aztán meglátjuk, hogy a YouTube az engedi-e. Figyelj, igazából nem feltétlenül csak a bitrate-en múlik, hát hogyha betudodsz a turánya rendesen teljesítménnyel, egy 6000 kilobites stream is egyébként borzasztó jó minőségű már. Norek technikai halandzsát félre nézzük inkább a versenyt. Csicsmánya Kovács Robi között egyelőre nincsen változás, illetve az élen azt hiszem, hogy a fazekas Barmos már egy olyan 6-10 másodpercre követi Tüzi Marcelt. Hát közöttük szerintem a verseny végig álló háború lesz, aztán talán az lehet döntő, hogy valamelyikük hibázik-e egyáltalán. Pénzes Ádám érkezik meg a 7. helyen Györki Danira. Igen, ő Ádám már egy ideje gyűrítani itt hátulról. Viszont egyelőre öröm látni, hogy minden pilóta a pályán, és most azért nem volt akkora kavalkád, mint az első versenyen. Hát a kettes kanyarban sajnos volt néhány kocs. Elmegy. Pénzes Ádám sajnos már megint egy Lamborghini-t ért utol, amivel nem bírt az előző versenyen sem. Úgyhogy azt mondom, hogy olyan Porsche és olyan extrém helyeken kell majd megpróbálni előzni, mert egyenesben végtávra megérkezett biztos, hogy nem fog. Illetve a 21. helyen Ferrarival Neukum Ferenc is kezd felzárkozni. Ez a festés se csúnya, az igazság, hogy nem. Csapatnevet sajnos nem látok, de ilyen nagyon-nagyon metál festésű, csillog az egész legjobb, és nekem nagyon fényes. Ízlésesen ki lett találva. Így, nagyon jó vagy egyébként, így. Mindig szeretném én is, mikor festésről megismerni a pilótát. Ugye pont a mögötte jövő Blaskovicsra akkor egy nagyon jellegzetes jamaikás festése. És Neukum nagyon közel az S-kanyarokban. Nem nagyon lehet előzni, hogyha ott tud maradni a gyors jobbosban, amikor a lefelére fordulunk, ugye ami a kettes szektornak a vége, de nem úgy látom, nincs elég közel Neukum, sőt egy kicsit le is maradt most. Dabó Miklósról. Végattilára kapcsoltam, mert Végattila megint megpróbálkozik Antalistivel a 14. helyen. Hát a Nissannal szemben sok sikert az egyenesben. Hát figyelj, most már talán sérült annyira a Nissan. Hogy van valami esély. Hogy elment a végsebessége, igen. Igen, Isté kicsikét későn is próbált fékezni. És Vég Attila pedig elkapja a kormányt, hogy ne öklelje fel Istét hátulról. Úgy láttam, hogy meg is oldotta, nem értek össze, de Attila ott azért rendesen megtáncolta a Mercedes, és ne hagyjuk ki, azért Varga Gábor sem, aki a piros-fehér Ferrarival kettejüket kergeti, és lesipuskásként nyilván rá tud ugrani az első lehetőségre, ami adódik, hogyha két előtte lévő csatázik.
Az igazság, hogy lassan, de Füzi Marci nyúlik el fazekastól. Hát most már 9-11, illetve 9-11 másodperc környékén billeg. Most a Fehér Norbit nézem egy jó ideje, mert hogy ott Györki Pénzes és Fehér, emlékeim szerint már említettétek ti is az ő triójukat. Igen, Pénzes megint talált egy Lamborghinit, ami nem tudja magát átverekedni, és itt megérkezik hozzá rá Fehér Norbi. Igen, a dolog pikantériája, hogy Ádám ő az ASR-nek a Suzuki fánversenyen pont Lamborghinivel ment, és mondta is, hogy fú, hát a Lamborghini milyen jó, mert ugye kanyarból hogy kiugrik ugye a szívó V10, az egyenesben is hogy ment a Lambó, egyszerűen nem fogyott el. Hát most a másik oldaláról szenvedi ezt a dolgot, hogy egyszerűen nem tud elmenni mellette. Közben végig Varga helyet cserélt Antal Isti mögött. Azt igen, mutatja nekem a komputer. Na hát akkor úgy látszik, hogy ott volt valami, bár ott Végatilla visszajött, inkább nyomok gyorsan egy 15 szekes replayt. Most nem nézem meg, ne haragudjatok, mert közben Horváth Bertalan a 11. helyen nagyon megközelítette Ambrus Petit. Már ugye az előző versenyen is... MTK-e sportot. Már az előző versenyen is Horváth igen, ott Bertalan is megtalálta egymást a Martini Porsche és az MTK. Ja nem, várjatok, ott nem a, ott a izé Ferrari is, a Fradista Porsche, a policáj Porsche volt. A policáj Porsche, de hát Porsche, illetve MTK az ott is már egymás szoros ölelésében az előző versenyen. És akkor ebben a pillanatban átléptük a féltávot. Hát azt mondom, hogy akcióban bővelkedünk, illetve csatákban, előzésekben annyira nem, mert ugye Hungaroringesen nehéz előzni a pályán. McLaren pedig bőszen köpködi a lángot, de Fernos eddig nem tudott előre lépni. Békefi Tamással mi történhetett? Hogy nagyon most jelen pillanatban utolsó helyen van. Igen, Tamás, hogy már valami... a verseny elején is szenvedett, illetve ott volt egy-két koccanása, illetve kiesett a ritmusból a csatáidnak következtében, ezért veszített is néhány pozíciót, de úgy látszik, hogy... Az autó amúgy nem tűnik sérült. Nem, lehet, hogy egyébként csak, hogy Tamás ezt a pályát nem nagyon találja most. Közben Fehér Norbi próbálkozik Pénzes Ádámnál, egyelőre ez még Pénzes Ádámé a jó bív. Horváth Bertalant az MTK-t tudnám ajánlani, aki a Porsche mellett fordul. Igen, ott is 3 tized a különbség, ugyanúgy, mint nálunk, ugye Pénzeséknél egyelőre nincsen változás, akkor nézzük, vagy is én nézem Horváth Bertalant. Átkapcsoltam, de mire kimondom, ugye ott jön mögöttük Pesi Geger Viktor, a policáj autó mellett Viktor és Ballai egymás mellett. Meg volt a kontakt. Hát a középmezőnek a gyorsabb traktusa akkor úgy látszik, hogy továbbra is igencsak harcos. Hűha, a policáj az mindenen keresztül kasul. Már csak a villogót kéne kitenni. Hát én nagyon imádnám, hogyha valaki megcsinálná ezt a festést kék, ugye ambient világítással. Akkor lenne igazán autentikus. Hát ha meg még villogna is, akkor azt mondom, hogy én lehúzódnék minden alkalommal, hogyha mögöttem jön az az autó. És meg a szirénát is bekapcsolná. Azt azért nem kell, de egy kék villogó lámpa az elfélne rajta. Ez nem tesz jót az aerodinamikának. Hát attól függ, ezeken a rendőrségi elfogó vadászokon is már olyan lapos villogó van, hogy teljesen overú. Vég Attila kapott közben egy box utcát hajtásos büntetést. És Fazekas is, gyerekek! Fazekas is! Fazekas barna! Hűha! A második helyről. Mi hát történt? Akkor most beszúrnám ide az office-os mémet, hogy how the turntables. Ugyanakkor ez most pusztán mi szempontunkból, akik nem egy személynek drukkolnak, a lehető legjobb. Mert akkor most Fazekas visszacsúszik eléggé. Igen, mert, ahhoz, fú, nem is tudom, hogy egy nem 30, lesz nagyobb különbség. 30-40 másodperc lehet az, amíg valaki végig csúszik a
vagy végig gurul a Box utcán kínzó lassúsággal, úgyhogy Barnát én ugye a 12. hely környékére várom vissza egyébként. A sors megbosszulja magát. Hát úgy látszik, hogy pedig megmondom őszintén, Barnának tényleg annyi dolga lett volna, hogy tényleg, ha nem is nagyon akar csatázni, akkor békésen Füzimarcell mögött bekocog a második helyen, szépen, szorgalmasan gyűjti a pontokat, és akkor azt mondom, hogy kitűnő verseny hétvégét teljesített az első-második helyjel, de úgy látszik, hogy elizgulta, vagy nem jött ki egy-két kanyar, sikerült belenézni sajnos a büntetésekbe. Itt van velünk Roland, Fehér Roland, és kérdezi, hogy van-e Honda? Van, át is kapcsoltuk, igen, rá, igen, Tömöl Tímár, Tamás. Tamás, meg is keresem én is Tömöl, gyorsan. Tömöl. Bocsánat, Tömöl Tamás, a Tímár az más, ő pont Bentley-vel megy. Egyetlen egy Hondásunk Tömöl Tamás a 16. helyen. Közben Varga tolja lefele is itt a 14. 13. helyen. Azt írja... És most úgy nagyon tolja. Nézem, akkor kapcsolunk oda. Közben azt írja Hun Ádám, vagy Gén Nagy Ádám, hogy hát én most a Form 1-et választottam, röviden leírva olyan volt, mint egy public server. Úristen! Kicsit drágább, de értjük, mit akarsz mondani. Igen, tehát szerintem néhány Form 1-es szányból a házamat ki tudnám fizetni, szóval... De innen látszik, hogy a profiknál is van ilyen. Rossz nap? Glug-glug-glug-glug-glug-glug? Behallatszod? Be. Főleg úgy, hogy beszélsz közben és aktív a mikrofon. Pláne. Hát ugye a maga töltés nem az én glu-glu-glu, arra már elsegítettem egy picikét. Nem, mert Bálint, én a pálinkás huhogásomat azt próbálom mindig lefolytani, hogy ne lehessen hallani, avagy szeretem a popszűrőmet. Amúgy a policájos Porsche is csatában Pösti Geigerrel. Igen, pont Csicsmányékról kapcsoltam el rájuk, mert hát meg vagyok lőve, hogy kit mutassunk. Addig jó, az a jó, amikor sok van, majd idővel kifejleszted. Hát nem is tudom. Csicsmányi azt a hú váltok, ez megér egy riplét gyorsan. Az nagyon merész bevállalás volt. És még az is lehet, hogy össze is jött volna, hogyha nem ér hozzá egy picit a Porschéhoz, akkor lehet, hogy megfogja azt a driftet. Nagyon nagy menszelben kívülről. Nagyon nagy sebessége jött be. A sebesség többlet megvolt, tehát azzal nem volt gond, csak... Meg lehetett volna egyébként Viktornak. Az a baj, hogy úgy láttam, hogy neki koccant a falnak, úgyhogy sérült a Lamborghini. Igen, elállítódott a nózia. És még azt mondom úgy, hogy még lehet, hogy az előzés nem, de hogyha a driftet azt szerintem meg tudta volna fogni, hogyha nem ér hozzá a Porschéhoz, de aztán az úgy végképp kizökkentette az autót. Hát egyébként, hogyha Menszelben ezt az előzés kívülről Viktor megcsinálja, ez lett volna a szezon előzése, de komolyan mondom. Hát az sok helyre bekerült volna szerintem az ilyen ügyekbe. Tehát... Menszelbe kívülről, te jó. És tényleg ott maradt egyébként. Hát a Lamborghininek van egy olyan rossz szokása, hogy ő befordítja az órát oda, ahova te akarod. Csak a hátulja az meg utána önálló életre kell, hogyha egy kicsikét túlvállalod. Na, Fazekas letöltötte a büntetését, én a... Bocsánat, nyolcadik, nyolcadik helyen látom. Most, úgyhogy... Hát meglátjuk, hogy mire megy, de előtte ugye azért vannak bőven, mert ő most 5,3 másodpercvel lemarad a Fehér Norbi mögött, aki a hetedik. Hát balra nem tudom, hogy mit fog tudni, mert ugye Füzi Marcell az előző versenyen negyedik lett, hogyha jól emlékszem. De igazából, hogyha most leintenék a futamot, ezen a hétvégén, ugye a hungaroringi verseny hétvégénken, Füzi Marcell gyűjtött volna több pontot. Igen, az nekünk jó, mert ugye jelenleg Barna vezet Izzel. Közben gyorsan, bocs, Rolandnak mondom a csete, hogy Roland, nem mondtál semmi rosszat, csak azért töröltem az üzenetedet, mert ne spoilerezzük el az F1-et. Van olyan, aki nem látta, aztán... Ó, azt köszönöm én is, mert én sem láttam, ugye? Úgyhogy azért csak töröltem ki itt a Roland üzenetét, hogy még véletlenül sem mondhassa bárki azt, hogy jaj, most akkor többen majd felvételről szeretnék visszanézni. De rossz hozzászólás persze nem volt. No, közben... Varga Gábor érkezik meg úgy fent Antal Istire. Már sokadik alkalommal. Igen, ők is egy ideje gyúrják egymást. Itt a Györki Pénzes Fehér Norbi is egy szép triumvirátus, meg a Kovács Csicsmányi a harmadik, negyedik helyen. Ú, és ahogy kimondtad... Pénzesnek már védekeznie kell, nem tudom, hogy őt mutatjátok-e. Igen, Fehér Norbi megérkezett egy az egyben mellé az Astonnal, sőt féktávon még... Igen, meg ott tudjuk, hogy be tud-e fordulni Norbi...
És betud egyébként is így. Marad-e egymás mellett, hát még most Torbi fog. Ott marad, az Aston nagyon erős az egyenesben most már. De most ki tudja elfékezni. Ajj, és pénz át, Ádám lehet egy kicsikét szűkre szabta azt a kanyart. Igen. Attól félek, hogy ebből egy óvás lesz Ádámnak, mert... Ezt meg Fazekas köszönte szépen, és megvan az ingyen pozi. Igen, ez pénzes túlon túl is szűkre vette ott azt a kanyart. Megvolt az átfedés, igen, pénzes egy kicsikét szűken fordult és összekoccantak. Hát, igen, hát ez pedig Fazekas Barnának kedvezett. De Csismányának pedig nagyon nem, mert ő veszített egy pozíció. Bocsánat, Fehér Norbi. Összekevertem a Dexteres csapat tagjait. Ez véleményem szerint, bár Ádámot olyan nagyon kedvelem, jó barátok vagyunk, de szerintem ez a húzás most az övé volt. Visszanézzük hát, majd, hogy... Nem szándékos volt, közben Varga és Anton is helyet cserélt. Probléma. Sikerült végre. És német László a 15-en, mire kimondom már, nincs ott Pesi Geiger Viktor. És hol egyébként Varga Gábor a Menszel utáni hosszú jobbosban? Ott ment el Antal Isti mellett, Istinek nagyon rosszul jött ki az a kanyar, és Varga ott tudta megelőzni. Hát Csicsmány jöjjön már innen idestova 25 perce próbálja magát Kovács Robinát rágni. De eddig sikertelenül. Amúgy a két Dexter teamnek egyáltalán nem mindegy, hogy hol fejezik be a versenyt, mert jelenleg a második helyen vannak, 4 pontos lemaradásban. Csapatversenyben? Igen, a csapatversenyben. Az első a két füzi, a második helyen Dexterék. Hoppá, és közben miközben beszélek róla Csicsmányi, elfékezte magát Kovács. Elfékezte magát, igen, ott a kettesben. Nyomok egy replayt, egy kettesben befelé Kovács, igen, Robi. A füvet megfogja. Valahogy a füvön ment át a befelé a kanyarba Robi is, igen, szélesen futott és ez egy Csicsmánynak meg is lett. Úgyhogy ezzel a Dexter csapat, a Dexter team még több pontot gyűjthet, úgyhogy örülés van a részükről. És a 4,5 perc van hátra, aztán viszonylag kiegyenített volt a tempójú Kovács Robival Csicsmányinak. Azt mondom, hogy én nagy előzésre nem számítok. Hiba lehetőség természetesen benne van, de nem kívánom senkinek, hogy hibázzon. Még esetleg, de nem tudom, hogy milyen tempódik, de lehet, hogy Fazekas fog pénzesre megérkezni. Úgy 1 másodperc környékén 1,3 közöttük a különbség, és még szerintem egy olyan 3 körünk lehet hátra. Maximum négy, attól függ, hogy Füzi Marcell hogyan szakítja át, vagy mikor a célvonalat. Mutassunk egy hátsó csatát is, a 18-19. Helyen Pomizs és Szabó. Egy Aston és egy McLaren. Igen, a Fóti Racinges McLaren ebben a fehéres festésben erősen érkezik Pomizs Danira. Ez eléggé komolyan vállalta a sikán Szabó. Győzelem vagy halál? Ez a mindent vagy semmit. Ez a vagy megelőzöm, vagy futóművet kell cserélni. Fazekas közben csak füljegyzetben említem meg, hogy már lassan fél másodpercnél. Jaj, ez a szegény Porsche. Pénzes még nem pihelhet. Ádámnak nincs unalmas versenye. Most sem, az előző ez már verseny. Nem az első hétvégé egyébként, hogy neki nincsenek unalmas versenyei, de szerintem élvezi egyébként. Ambrus Péter. Egy nagyobb tükröt a Porsche-ba, hogy jobban lássa hátra. Igen, felcsama. Raktak neki, szerintem nagyon sok ugye már hátranéző kamerával is operál. Tehát egy kérte egy nagyobb felbontású képernyőt a hátsó kamerának a képéhez, hogy jobban lássa mögötte érkezőket. Közben Pomizs és Szabó egymás mellett az egyes kanyarban, és most megpróbál Szabó alávágni, bár így nem jön ki jól, mert ővé lesz a belső. Illetve a pont, hogy a külső ív a következő kanyarnál. És ilyenkor kéne nagyon szűken fordul, mint ahogy Pénzes Ádám is próbálta, de igen, hoppá, kicsit és Pomizs szélese csúszott. És lehet, hogy láttam, ő veszik hogy... rajta, mert Blaskovics nem, Szabó nagyon udvarias akart lenni, rögtön el is vette. Úgy volt vele, hogy ő megpöszkedett. És ő Mihaeller. Baskovics, illetve Mihaeller, és a két Mercedes a két oldalra. És eltalálták Szabót. Hogyha ez nincs benne, ez nem tudom, Dani, terveztél esetleg szezon végül összesítőt, de ez benne kellett volna. Nézzük el replayt, ez sok volt Mihaellertől.
Illetve nem is Mihellertől, bocs. Nem tudom, ott valahogy nem. Összeértek igazából ezt majd. Nem. Valakivel ezt majd Szabó, meg kell nézni. Szabó, így első blikra azt mondom, hogy Szabó húzta rá Mihellerre, és így meg is járt a Szabó. És nem fogjátok elhinni, amúgy fazekas megérkezett pénzesre, tehát hogy így fazekasnak volt vagy két köre, amikor azt mondta, és hogy... És külső íme, oda néz. És fazekas kívülről, hogy be tud tapadni a Bentley, annyira nem tud. Nem, megbicsaklott, kigyorsításon megbicsaklott. Várjál Ádám, ahogy a Budapest TV-ben a szokás, küldöm az energiát. Na, meg leszünk itt nem vádolva már megint, hogy részre hajlunk, pedig igen. Hát, beszéltük már, hogy ki mennyit fizet. Ez egyértelműen hát minden pénzkérdések. Én is adattam soha, hogy én abszolút megvesztegethető vagyok, tehát aki a képernyőn akar lenni, vagy jó kívánságokat akar, a PayPal az csatolva van. De Bálintal már beszéltük, hogy lesz egy olyan stream, amikor Báli... nem tudom ki mondta. Ja, hogy fürdőruhában majd tolom, itt zével kiskádban. Így van. Azaz. Igen, most az a menő. Egy leopárd mintás lakbőr bikinit. Hát azért még fizetnék is, hogy lássam. Küldöm a méreteimet és vedd meg. Bálint... Azon múlik. De, akartam mondani, ha ezen múlik, akkor... Azon múlik, szerintem ezt szodobjuk, sőt. Daniel, amennyi donétet már kaptál, szerintem lazán kijön. Közben finális lap van, és itt van, Fodor tömölt csatában, Varga is csatában, a 12. helyen. Fodor is tömöl a 16-17. helyen. Az előbb keresett Honda. Az a baj, hogy szerencsétlen pénzes állámot nézem megint a 6. helyen. Neki a versenye az egy az egyben a tükörkép az előző versenynek, hogy a Lamborghinit nem bírta megelőzni, most már megérkezett rá a Bentley hátulról. És nézi a tükröt, igen, hogy, ahogy beszéltük. Hogy... De szerintem Ádám most többet néz hátra, mint előre. Egy olyan gigantikus nagymama tükör van felszerelve középre. Amikor a Bentleyhez túl nagy tükör nem kell, mert így is úgyis faltól falig benne lesz. Ablaktól ablakig, igen. Azaz. És megint, és most sikerül megfordulni a Bentley alá fordulni, és megvan. Ádámnak elment a féktáv, ez meg lesz, és erőben már nem fog tudni visszajönni. Úgyhogy fazekas barna mentett még egy pozíciót, az így az utolsó körre is azt szerintem körülbelül a 6. helyen is fog beérni, hogyha marad a jelenlegi felállás. Vargát nézem még, aki a 12. helyen nagyon gyúrja a policájos Porsét, Ballai Gergőt. Ballainak széles is lett a fék, áv, illetve a kigyorsítás egy kicsit vérekező íven is autózik a 2-es kanyar felé. Antal Isti pedig lesipuskásként követi őket. Varga próbál kívülről ott maradni, és... Megcsúszik, sikerülések, megtámasztja hátulra Ballait, de... Szerencsére mindenki tud tovább menni, és az a baj, hogy Antal Isti fog beesni Varga mellé. És ővé lesz a jobb vív, nem ment be a Mansellbe. Ő tapasztalta bannál, mint hogy a Mansellbe betegye valaki mellé a Nissant. Viszont nem adja föl Varga. Na nehogy nem, reszagom meg, aztán egy félkör még mindig hátra van. Úgy a sikámba, az is egy ilyen tipikus előzési pont. Igen, sikámba kívülről, hát az aztán tényleg tipikus. Eskőbb a Ballainak vagy a gumiai fogytak el nagyon, vagy csak elizgulja, közben, nem tudom, de gyorsan közbeszólok, hogy Füzi Marci beért. Füzi megnyerte, aminek most én... Gratula, de itt még akció van. Tényleg őszintén örülök, mert itt nyitott marad akkor a végered az végére. Az a durva, hogy fazekas barna az utolsó kanyarra még Györkit is utolérte, és 2/10 van tőle. Annyi szerencséje van Györkinek, hogy nagyon közel hát van a célra. Igen, ez nem már megvan, leintették, úgyhogy... Közben Pénzes Ádám és Fehér Norbi is beérnek. Illetve Horváth Beltalan az MTK-s színeiben a 9. helyen, mögötte Ambrus Peti a szépségkirálynő Martinis Porséval. És Ballai Gergő még mindig a 11. helyen, előrébb egy kicsit, mint Varga Gábor. És behozza a policáj. Már marad is a sorrend. Úgyhogy Ballai mögött Varga és Antal Isti érkeznek. Fodorékat néztem itt szépen csöndben, de szerintem már ők is itt megegyeztek. Igen, Pessik Egger Viktor magához, hát azzal a eléggé viharvált Lamborghinivel az első versenyhez képest sokkal hátrébb végzett, kb. 10 helyjel, úgyhogy neki a második versenyen igazán volt szerencséje, Tömöl Tamás. Tamással majdnem pariban értek célba a végére. Hómis Dani pedig uratom, neki valamilyen büntetése volt, mert ő 30 másodperces időbüntetést kapott a verseny idejéhez hozzáadódóan. Hát, hogy neki is a pályalevágásai gyűltek össze. És érnek még be egyébként. Ez másnál is szólt ekkorát? Vagy ez most nálam volt a puska?
Nem volt puskát. Kaptál puskát, hogy én még tavaly? Aha. Na hát. Nézzünk gyorsan egy végeredményt. Közben beért mindenki annyi, hogy 6 versenyzőt elveszítettünk, ha jól... Ja, nem, bocsánat, az most már a kilépkedések miatt. Nem, most végigment mindenki, mert Békefi volt az utolsó. És leintették. Igen, ha jól látom, akkor... Szabó a 30. helyen 2 kör hátrányban végzett, itt a Vég Attila 7 kör hátrányban, és Tímár Tamás pedig nem is tudom, hogy mennyivel őt mint utolsót hozza a program jelenleg. No, kemény verseny volt, kemény verseny volt. Hát igazából a Forma 1-hez híven azt mondanám, hogy egy valódi emocionális hullámvasút volt ez a 2x30 perc most a Hungaroringen. És megpróbálom gyorsan, ugye már időszűkében vagyunk, de egy villám interjú, látom már Fazekas benn van az interjú szobában, úgyhogy pont egyébként őt meg is akarjuk kérdezni, hogy mi történt ott az első versenyen, úgyhogy körülbelül 1 perc, és jövünk vissza az interjú alanyokkal. Egy már biztos, hogy van, hogy több lesz, azt majd mindjárt meglátjuk. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Megjöttünk az interjú alanyokkal, és akkor át is adom a szót, hogy az első versenyt azt Fazekas Barnabás nyerte, második Csicsmányi Tamás és harmadik Kis Balázs. Barna, hát mi történt az első versenyen az egyenesben? Mert azt láttuk, hogy ott egy megcsúszás, aztán onnantól kezdve már adott volt minden. Igen, a replayben nagyon sokszor megnéztük a második kvalifikációt, és azt láttuk, hogy amikor a fékre léptől egyszerűen a Bentley elvágódott balra csak úgy magától. Igen, én is meglepődtem. Ráraktam ott az autót arra a szürke kerékvetőre, és ahogy megnyomtam a féket, egyből ment is el a segge. Épp, hogy meg tudtam fogni, szerintem ott a Kovács Robit ütöttem ki. Igen, és aztán a Robin meg mint a tekebábus, sajnos eltalált a Marcelt, és ebből volt a kalamajka. Igen. Mi azt hittük egyébként, hogy a füvet fogtad meg, de nem érte hozzá. Épp hogy a feje vonalhoz. Én arra spekuláltam úgy, hogy az ACC-s hitbox működött, hogy azt hitte a program, hogy a füvön van a kereked, aztán mégse azon volt. De az a baj, hogy az új paccsal a rázóköveken fékezni elég nehéz lett. Eléggé csúsznak. Akkor lehet amiatt volt. Én engem tréfált meg, utána meg egyszerűen kilöptem a Martit a második kanyarba, az teljes mértékben az én hibám volt. Nem is voltam pozícióba, megpróbáltam bemenni. Igazából ezt én személyesen máshogy gondolom, de majd kedden úgy is megnézzük, hogy mi történt pontosan. Én nem bánom, ha nem kapok büntit. Hát gondoltuk. Azt elhisszük. Azt mindjárt gondoltuk. Meg kíváncsiak leszünk, mert ugye az elsőt azt megnyerted, most attól függ, majd hogy mi lesz a büntetés, de a második versenyen meg ott hányadik lettél? Ott hatodik? Jól lát? Ha jól emlékszem. Igen. Úgyhogy, és ott meg a Marci megnyerte azt, úgyhogy szerintem nagyjából legál lesz itt a pontverseny. Majd. Hát nem tudom. Az majd. A baj, hogy ott meg gyorsan összeszedtem 3 warningot. Igen, azt láttuk, hogy nem tudom, mi történt ott, hogy elizgultad, vagy csak nem jött ki néhány kanyar, vagy mi történt? Mert azt láttuk, hogy megugrott sajnos a box utcáthajtásos büntetés a pályahagyások miatt.
Hát egyet még az elején szedtem össze, aztán egyet összeszedtem ki, vagy na, kettőt összeszedtem két... Várjál, összekeveredtem. Kettőt szedtem össze egy körbe. Egyet az Alézi-ba, egyet meg ott a Menszer utáni bal jobbosba. Ott túlságosan levágtam jobb oldalt a pályát, ez meg is lepett. Ja, igen, az adja azonnal, azt tudom én is. Utána meg az Alézi-be kaptam a DT-t, ahol direkt leemeltem a gázra a lábamat, de... És még úgy is. Még úgy is. Hát pedig ott el szokta engedni azért, hogyha az ember elveszi. Na hát, bal szerencse. Akkor majd. Semmi baj. Ettől függetlenül gratulálunk. Két hét múlva szezonzáró Mizánó. Reméljük, hogy ott fog majd eldőlni a címvédő, meg a bajnoki győztesnek a sorsa. Barnak gratulálunk még egyszer. És akkor most meg nem mondom, itt van az interjú szobában egy Nokelli felhasználó. Én tippelek, hogy Csicsmányi Tamás lehet az, de nem biztos. Úgyhogy nem tudom, hogy ki lehet a nem, a Német Laci. Akkor egyelőre Német Lacival még várunk, mert ő jó. Megyünk tovább, akkor Csicsmány Tamás nincs itt, és akkor ugrunk is Balázsra, aki az első versenyen harmadik lett, a másodikon pedig második, szél Balázs. Hello. Nincs már meg a fejemben, úgyhogy légy szíves, segíts kicsit. Volt-e neked valami kavalkádó, belekeveredtél-e, vagy sima versenyed volt? Mert azért nagy volt a fennforgás az első versenyen ott a elején. Hát igen, igazából ott kezdődik az egész, hogy volt egy kaotikus időmérőm. Azt olvastam, hogy ott mi történt, ott láttam, hogy ott... Azért eléggé kiakadtam. Nem tudom, egy Mercedes pont kigyorsításon megállt, tehát el akart engedni, csak rosszul jött ki, és amiatt elbuktam igazából a gyors körömön lévő javítást. Utána lévő gyors körömön meg én hibáztam bele, szóval így rajtoltam a 9-ről. Igazából a harmadik hely az úgy jött össze, hogy a rajtnál a baleseteket én nagyon jól ki tudtam kerülni aztán. Ez a klasszikus nevető harmadik talán. Jó, hát akkor... Mert utána igazából semmi nem történt. Csicsmányi Tamás próbáltam elkapni, nem jött össze, de igazából elégedett vagyok a harmadik helyjel is. Légemen akkor ott egy, mondhatni, egy unalmas verseny volt a részedről. Hát hogyha... azért próbáltam nem eldobni az autót, mint Laguna Seca-ba. Kellettek a pontok a bajnokság szempontjából. És a második, ugye a második verseny második lettél, ott volt valami fennakadás, hogy ott is egy számodra egy sima. Hát egy egyszerű sima verseny volt. Na akkor adott a kérdés, két hét múlva utolsó verseny Mizánó, az mennyire van a szíve csücskében? Mizánói olasz pálya. Nem annyira. Jó, nem, az sem nekem, baj. Nekem az ilyenfajta pályák nem nagyon tetszenek, ahol nagyon sokat lehet vágni, meg szélesíteni, bár a játék azért ezt nem tolerálja, de azért az ilyen warningokat szépen, vagy hát az ilyen no limited figyelmeztetéseket azért el lehet kerülni. Ilyen kiskapu van a játékban, de meglátjuk. Jó, van, reméljük, hogy két hét múlva is egy jó verseny lesz. Balázs, gratulálunk a harmadik, illetve a második köszönöm helyedhez. És akkor Marci, Füzi Marci itt van velünk, aki hát sajnos az első versenyen nem volt benne a top 3-ban, viszont a második versenyt azt megnyerte. Szia Marci! Sziasztok! No, hát nem is tudom, hogy hol kezdjük. Az első verseny jól álltam, akkor az eléggé, vagy a második, az eléggé sima volt a részedről. Nem láttam, hogy belekerültél volna. Az első, hát az meg úgy sikerült, ahogy. Ott. Gondolom azért Barnával már megbeszéltétek, vagy megbeszéltek a dolgot. Nem tudom, hogy mennyire van méreg ott a túloldalt. Nem beszélt, vagyis hogy a most verseny után bocsánatot kért, hát persze, előfordul. Mindegy, majd meglátjuk, én bízok a versenybírói ülésnek a... Sajnos úgy kell, majd meghozunk a döntést, ez ilyen ugye alapszabály, hogy fair play minden, hogy nem nézzük, hogy ki hányadik és hogy kinek hány pontja van, de én csak remélem, és akkor úgy adunk ugye attól függően ítéletet, de én reménykedek abban, hogy úgy fog kijönni minden, hogy ne dőn el most itt a pontverseny. Hát meglátjuk, hogy milyen lesz.
Marci Misano, az szereted, nem szereted? Mert azt tudom, hogy a Hungaringet szereted. Mondtad, hogy... Igen. Hát szeretem, csak lassú vagyok rajta. Ja, pont te. Jó. Hát, igen. És akkor önmagához képest plusz egy tized. Igen. Ja, ezt jelenti, értem. Jó. Meglátjuk. No, hát gratulálunk mindenkinek. Egy-két megforgást leszámítva szép verseny volt. Úgyhogy a következő az 2 hét múlva, 19-én lesz Misanóban, ugye a szezonzáró nagydíj. Ilyen ünnepek előtt még. Reméljük, hogy az ugye egy 70 perces verseny lesz, úgyhogy ott az egy hosszabb. Lehet, hogy lesz eső, lehet, hogy nem, meglátjuk. És hétfőn este éjfélig lehet óvni, aztán kedden pedig megtartjuk a BT ülésünket. És mindenkinek gyorsan mondom, még így búcsúzóul, hogy ugye szerdán tartunk egy úgymond Celebration Fun Race-t itt a SimGrid keretein belül, úgyhogy oda is várunk mindenkit. Meglátjuk, hogy hányan leszünk. Még egyszer gratulálunk minden célba érkezőnek, minden résztvevőnek. Gergő, Bálint, nektek